your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók, mindenkinek jó reggelt. Egy újabb hét, egy újabb hidegfront. Már mi van már? Átveszem meg át. De miért most az van? Ez hát az? Nem, kérdezett, hogy jön. Tehát, hogy most volt egy kis jó idő hétvégén, és szerdától ilyen 22 fok lesz. Én nagyon bánom ezt a nyarat, mert nagyon úgy ment el, hogy... Adják vissza a nyarunk adják vissza a nyarat, 22 fok, és akkor majd hétvégére esetleg megint visszajön. Hát emlékeztek, augusztus eleje, ez szokott lenni a legdurvább. Tehát a sziget, meg egyáltalán minden három hétig tartó összefüggő nagy meleg. Itt 22 fok, szerdát a hidegfront. Nagyon furcsa nyár. És hát ráadásul, hogy én is sötétben indulok el otthonról, ma reggel 13 fok volt. Azért az. Fűtenem kellett az autóba, kikérem magamnak, ülésfűtést kellett nyomnom, nagyon mérges voltam. És tegnap... ülésfűtés. Tényleg, nem. Én kínáltam. És ami a legdurvább, hogy tegnap játszottam este, sportoltam, és 8:45-kor elkezd úgy beszakadni a nap, és olyan sötét van, és olyan hűvös, hogy gyerek szólt, hogy fázik, menjünk. Mondom, még szedd egy kicsit a labdát, abban nem lesz baj. És utána ott vége volt, szóval, hogy így... Kicsit elütöd ilyenkor messzebbre? Elütöd neki messzebbre. Nem, átmentünk a rövid pályára. Átmegyünk kis pályára. Nem, ült a bírói székbe, és mondta, hogy fázik. És augusztusban lefázom már még, nem? Este. Hát, ugye? Mondtad is neki, nem? Nem fázzál már augusztusban. Ja, akkor nem. Ja, hát akkor nem. Hideg van. Akkor nincs. Jó, akkor nincs. Így van, katonáiknál mondták mindig. Nincs hideg, csak úgy érzed. Szóval az eszem megáll, erre mit hallok Ákostól, hogy két nap meleg. S hideg front. És ránézek a telefonra, azt 22 fok. Hát az szop szeptember. Nem hát. Sok. Na, francba. Na, mindegy. Utolsó három hétben megyünk pedig bele, és ez pont jó lenne még itt augusztus 20 előtt. Két hét, azt még meg kéne tolni. Így van. Főleg a jövő hetet. Te mit tervezel? Jövő hét, Szabi? Így van, leugrunk egy kicsit Balcsira. Tényleg, én dolgozom végig, gyerekek. Én ennyire beálltam. Két műsort forgatok. Egész augusztusban dolgozom. Szóki. Egész augusztusban. De mi a másik? Szopok. Vagy ez csak kiderült, hogy mégsem tehetségese. Nem, egy másikat csinálok, nem új. Semmit sem mondhatok, mert az RTL-ben mindig megölnek. Megint? Na, én mindig elszólom magam a rádióban, és akkor mindig óriási ügy van az RTL-ben. Kettő műsort is csinálok, és minden nap forgatok mostantól, holnaptól kezdve. Augusztus 30-áig. Nagyon szuper. Megint rossz végén vagyok a pélónak. Jó, de hát utána meg nyugi lesz, nem? Utána meg nyugi van. Novembertől meg a szemét is nyugi van. Hát ezt nem jövőség van. Minden oké? Hát minden oké. Hát ugye a legfontosabb dolog azért itt van. Egy kis olimpia, meg egy kis olyan kezdés, amit gyakorlatilag már hosszú évek óta, vagy ha egy olimpiák sora óta nem tapasztalhatunk, hát két aranyérmével kezdtük. Már az első napon az olimpiát. Ez nagy dolog, tartjuk meg őket. Így van, Szánszemes és Hosszú Katinkát. Hosszú Katinkának a győzelem az borítékolható volt szinte. Én azt élőben néztem végig, sajnos az időeltolódás miatt azért nem sok ilyen alkalom lesz, hétvégén csak becsúszik, tehát ilyen hajnal 3-4 óra körül azért már én is kezdtem egy kicsit megborulni, de nagyon kíváncsi voltam rá, meg hát ugye nagyon bíztunk a győzelmében, hát ami aztán olyan győzelemre sikerült, hát, hogy az csúcs. De egyszerűen félelmetes volt, ahogy úszott. Kimászott a medencéből, megtörölközött, a többiek akkor értek be gyakorlatilag. Igen, gyakorlatilag ez történt. Karikírozzuk, de irgalmatlan előny. Végig a világcsúcson belül úszott, és hát úgy, hogy a második helyezett versenyző is egyébként világcsúcsot úszott volna az amerikai lány, hogyha Ha nincs ott a Katinka. Hát nem tudom, milyen diétám van, vagy mit csinál, vagy mit csinálnak vele, de az elképesztő. Szóval, hogy az valami döbbenet. Hát Ákos mondta, hogy neki az egyik sportriporter ismerős, aki kint van, delegált sportriporterként Rióban, azt mondja, hogy nem tudják bezárni egyébként már idézőjelbe az úszókomplexumot, mert Katinkáik még mindig ott edzenek este, akárhánykor, 9-kor, 10-kor. Tehát, hogy ők komolyan veszik. Elképesztően durvák, és ő Szászemese is végre odaért, tehát lehet mondani, hogy ő eddig egy ilyen ezüst lány volt, mindig Európa bajnokságon, világbajnokságon. Azt olvastam, igen. Láttam a vívását, nem tudom, hogy élőbe vagy hajnalba, a gyerek fölkelt ilyen 8 körül, és akkor így bekapcsoltam a tévét, pont ő vívott, nem tudom, élő volt. Éjszaka volt 11, ahogy akkor vívott. Nem, én akkor nem. Jöttem haza, én kocsiban hallottam, és már szerintem egy picit mindenki el is engedte. Vég az olasz vezetett, és az olasztól eddig ő mindig kikapott. Igen. És most úgy ment föl, hát most nincs vesztenivaló. És aztán megnyert. Ez elképesztő volt, tényleg jó volt látni.
Csodálatos, igen. És hát most Hosszú Katinka ott van ugye 100 méter hátnak a döntőjében, és ott a saját megfoglalmazása szerint is bármi lehet, tehát hogy az elsőtől a nyolcadik helyig bármi. Hát most ugye abban az előselejtezőben lenne, amiben úszott, vagy elődöntőben, amiben úszott, a második legjobb idővel jutott be, de a harmadik csak egy századdal maradt le tőle. Tehát, hogy ott bármi lehet, és ő is azt mondja, hogy valószínűleg tartalékolt mindenki, ez nem a főszáma. Nem a főszáma, igen. Én a pólósokat láttam élőben, azt viszont élőben láttam, 4 góllal vezető majd döntetlen lett. Hát azt megint nem hittem el, szóval az valami olyan nyomorúságos volt. A szerbek ellen még a döntetlen is jó. Hát persze. Jó, csak ha 4-jel vezetsz, érted, akkor úgy az már úgy benned van. Igen, nem illik. Ugye kaptunk egy kiállítást az utolsó, nem tudom, 20 másodpercben, amit ott a riporter is elmondott, hogy ilyen komár gyerekek egy ilyen mérkőzésen nem nagyon szoktak ilyet befújni, mindegy, és akkor megkaptuk az egyenlítő gólt. Csak a döntetlen lett végül, azt nem is teljesen értettem, álltok átrakom most az M4-re. A héten most az M4-et nézzük, nem a TV2-t. Igen. Vagy hát majd mi szórakozni akarsz, mosolyogni? Ja, úgy se hallgatjuk. Hát is ott van az M5, amit folyamatosan nézhetünk. Én ezt folyamatosan nézem, amikor csak tehetem. Néha csak egy percre kapcsolok el. Hát a sportcsatorna, az új sportcsatorna, ahol csak olimpiai közvetítések van. Igen, én eddig az M4-et néztem. Igen. És van még egy, az M5. Hanyas az? Nem, az az M4. Az az M4, ja, igen, ja, bocsánat. De már előre tervezett. Nem, már tudok valamit. Valamit egy újabb. M5, M6? Nem, az M4-en megy folyamatosan. M4, de ott van M5. Az UEFA szuperkupa, az más. Ja, de akkor van M5. Hát, aha. Tehát M4 lesz. M7, M3, M5, minden van. Igen, nem 6, M0. Csak az M7 mindig tele van. Igen, tudta? Csak Líbiából között. Jézus már. Hát milyen most postázzák, csak mondom, azért biztos nyomjuk egy kicsit. Igen. Na, szóval jól indult az olimpiai. Hát néztem, hogy nem leszek meg. Tehát van M5. Van, nem mondom, na, csak mondom, hogy azért. Az olimpia az M4-en megy. Én legalábbis ott néztem hétvégén, de náluk már nem lehet tudni, mi jól megy. Én már nem tudom követni. Azért. Ide oda kapcsolgattam. De mind a kettőn van. Csak mondom, néha egy-egy percekre szoktam elkapcsolni. Lehet. Az nagyon fáraszt, az sok egy-egy perc. Ja, amikor? Igen. Amikor. Hallom, Gyoko is kiesett, gyerekek. Szegény, én most azért rukkoltam neki, már inkább Nadalnak kiesett, Del Potrótól kikapott. És honnan? Két szedben, rövidítésben. Mi a verseny? Olimpia. Ja, Rio. Mi a helyszín? Rio. Mi az évszám? 2016. És mi történik? Van egy ötkarikás játék Rio-ban. Ne őrizd meg. Babosék is kiestek, az várható volt. Sajnos. Egyéniben is, voltak. És párosban is. Igen, hát párosban, most szegény kislány aranyos, de hát párosban azért neki nem volt nagy esélye. A Venus Williamsék is kiestek, tehát jó, hogy nem mehetnek Rio-ba teniszt nézni esetleg, vagy valami. Most ott ülné, hülyé, hát te ki vagy. Federer nincs, Wawrinka nincs, a Murray-ek kiestek, szóval hihetetlen. Hullanak a sztárok. Igen. És úgy egyébként csak mondom, hogy közben a Del Potro az beszorult az olimpiai falu liftjébe 40 percre. Tehát milyen állapotok vannak Rióban? Ott melegített, és 40 percen keresztül várt ez a 2 méter magas ember, hogy valaki kiszedje a liftből, mert az olimpiai falunak az ő szárnyába megállt a lift. Beszorult, 40 percen keresztül várt, hogy kiszabadítsák. Majd kiszabadították, fölment Gyoko ellen 7-6-7. Hát mert annyira mérges lett. Hát az egy gyerekek az elcsi. Gázott levegő nélkül. 40 perc. Milyen állapotok ezek, gondold el az olimpiai parkban, meg egyáltalán? Mondják. Ja, nem véletlen, hogy az amerikai kosárválogatott kint. Ja, hát igen, ők lazáztak. Néztem őket a kínaiak ellen, ilyen nem is tudom, hogy mennyiben el vagy 50-nel győztek. Végül is ilyen félbőzően. Igen, kivettek egy luxus hajót. De Gyokos tök szimpi volt, beköltözött az olimpiai faluba. Ez olyan szimpi, nem minden nagy sztár költözik be, ugye róluk tudni lehet, hogy ők külön hotelben vannak, nem mennek az olimpiai, akarnak közösen ott aludni, nem tudom, valakivel, meg ott közösen fürdeni. Hát egy profiol. De Gyoko bement az olimpiai faluba. Hát most már megy. Felcsicsásította. Felcsicsásította. Fölvették, nem szóval szelfizet, mert láttam, követtem az oldalát, majd utána kikapott egy, és bepárosul, és sírt egy kicsit haza is ment. Úgyhogy jó, óriási csillaghullás van. Hát ők azért a legnagyobb sztárok az olimpián. Ugye olimpián sokszor amatőr sportolók vannak. Kivéve egy-kettőt. Mondjuk a teniszt. Aha. De hát meg most már az ökölvívást is. Meg igen, az ökölvívást is lehetnek profik, de azért mondjuk egy Djokovic azért az egy olimpia egyik legnagyobb sztárja. Szóval, hogy mennek haza ők is. Én a Babos sajnálom nagyon. Hát igen, minden magyar versenyzőért kár, benne azért benne volt. Jó, hát a Kvitová ellen azért azt hiszem kétszeres Grand Slam győztes, tehát azért az úgy egy picit nehéz. Na mindegy, jó van, hétvége jó volt, rendben volt. Jó volt, kellemes nagyon. Volt. Leadtuk tegnap a gyerekeket. Jaj, szegény srác.
végleg? Vagy most egy hét? Végleg. Igen, persze, igen, meguntunk. Most indul a sziget, azért? Picit unalmas ezeket, most két újat akarnak. Ah, mondom, csináljunk újat, anya, ezek nem sikerültek úgy, ahogy gondoltuk, neveltetésileg dobjuk őket. Nem, ilyenkor nálunk mindig van egy hét, amikor a mamiék átvállalják őket, és akkor a Balaton után... Figyelj, tehát egy kicsit így, ahogy bejutunk a kocsiba, gondolkodtam, hogy biztos, hogy elrontottunk valamit. Mi nyilván kaptunk egy-egy puszit, de te semmi könnyes búcsú, azonnal elhúztak a homokozóba játszani, még ott álltunk a nagyfaterral, meg a nagymamival picit beszélgetünk, és én úgy vártam, hogy úgy odaint a gyerek, érted? Hogy hello, szevasztok. Semmi? Semmi. Tehát ilyen ez az életrendje. Itt, nem is szabad egyébként, hogy érzelmileg függő legyen, mert később is mindig jön pénzért. Egyébként én is arra gondoltam, hogy tök jó, hogy ilyen könnyen lepattanunk. De semmi gond nincsen. Később se lesz ez nehezebb, mikor majd beadjuk őket ugye az internátumban. De mi, most indul a sziget? A szerdán, amikor te forgatsz, igen, akkor van Riana. Hát Riana mondjuk nagyon nem. Hát nem, én napközben forgatok, nem este. De az valahogy engem nem vonz. Vagy hát nem. Azért csak megnézni. Igen, szerdától van. Most ilyen furin indul egyébként, mert ugye mindig úgy szokott, hogy hétfő kedd, az a mínusz egy nulla. Igen? Aha, és akkor most a mínusz egy lesz a szerda. Uh-huh. És jövő hét szerdáig tart viszont, vagy keddig valahogy így. Na jó, hát azért már csak kimegyünk. Persze. Kinézegetünk majd. Benézel. Benézek majd. Jó, azt mondja, hogy Gyugyit hallottátok? Igen, hát sajnos. A gyerek. Sajnos, hát... Egy milliárd egy évben. Nem nagyon lehet azt mondani, hogy a bajnokság szimbólum miatt igazolt oda az arabokhoz, tehát, hogy ezt így elég nehéz. Nagyon kíváncsi lennék, hogy volt-e ajánlat, vagy a pénzt választotta? Hát... Mert ugye, amikor itt volt nálunk a Balázs, akkor azt mondta, hogy persze, menne, csak legyen ajánlat. Aha. Igen, meg az ének is vannak igényei, amiket nyilván szeretne, hogyha kielégítenének, és akkor így. Valószínűleg azok a csapatok. De ez ennél akkor vége? Hát. Az ilyen leszállóák sok pénzért? Hát leszállóák sok pénzért, 27-28-29 évesen, ez most elbóbiskolszott 3-4 évet, halálra keresett magad, de hát tulajdonképpen vége van. Tehát ez nem szól másról, mint a pénzt keresett. És Szaúd-Arábia, ugye? Hova ment? Valami arab bajnokság, nem tudom hova ment. Tehát valami brutál gempa, tehát valami 1 milliárd, 3 milliós. Éves 1 milliárd forint, igen. Évi 1 milliárd, azért az szép. Jó, picit több is. Na jó, de hát nem tudom, hogy váltják most a... Igen. Sajnálom, én olyan szintű gyerek a Balázs, meg annyira kedvem, én úgy bírtam volna még egy európai csapat, egy német bajnokság, olasz bajnokság. Normál körülmények között onnan bekerülni a válogatóba nem egyszerű, mert hogy azért... Hát, igen. Persze érdemélyel ismerése mellett lehet, hogy meghívom majd a szövetségi kapitány, és őt biztos. De biztos, hát, attól én félek. Én attól azt sajnálom, hogy nem lesz még egy nagy nemzetközi karrier, ami európai topliga. Én annyira megálmodtam, vagy álmodtam erről a Dárda és Dzsuzsákos összeborulásról, hogy a Hertának a soraiban folytatja. Olyan jó lett volna. Én nagy dolgokra lettek volna képesek együtt. Igen, na mindegy, hát ez a dolog elment. Jó, persze Évi egy milliárdnak biztos nehéz nemet mondani azért. Vagy valódi ajánlat nem is volt. Én tudtam volna. Csimicetem. Lehetnek Projekt Balázs felhívni egyébként. Kedveljük, szeretjük, sajnálom, hogy így alakult a dolog. Én még azért őt szívesen néztem volna egy másik csapatban. Na, mutatjuk akkor, hogy mit csináltunk pénteken. Mutassuk meg, jó? Felhívtuk Tracy-t, ami drága Tracy-nket, csak akkor rácsörögtünk, mert pénteken kérdeztétek, hogy mi van vele, hol van ő. És felhívtuk, azt hittük Amerikában van, mert valaki látta Kispesten valami fasolétterembe, vagy hol. Ezzel felhívtuk, és megmutattuk az a hallgatóinknak, akik már nem is tudják, hogy ki volt Tracy, hogy ki volt ő. Beszélgettünk vele egy kicsit az amerikai elnökválasztásról, barok, hogy mi van vele, mi van velünk. És kiderült, hogy tényleg itthon van. Igen. Pár napra azért meglátogatni a drága anyukáját. Igen, aztán elmegy 4 nap a Spanyolországba, aztán pedig vissza, úgymond, ahogy ő mondja, haza. Amerikába már. És arra is fogadtuk, hogy lehetne Amerikában zöld kártyát szerezni. Ezt is elmondta nekünk, hogy nagyon könnyű. Gyönyörű terveink. Két évet kell csak lehúzni valaki mellett. Úgyhogy megmutatjuk Tracy-t, aztán pedig, hát szerintem el is megyünk érezni. Felüdülés volt, úgy Rákost hallani megjött, itt van. Bizony, igen, kaptuk a fiunkat. Ez is egy szakma, gyerekek. Vissza az alapokhoz. Hát azért. Sose gondoltad, hogy férfinak ennyire örülsz, mi? Igen, ritkán van ez így, én kifújom a levegőt mindig, mikor Ákos van, ülök a kocsiba, hogy meghalom, hogy csak. Ezek a kökösz és bobojsz a hangok, komolyan, hát tényleg, ezek a mesehős hangok itt nálunk, hát... De egy gyerek hallgató, szóval azért ez jó, igen, most aranyos. Ilyenkor szünet idején. Meg vagy elfeledtem, hogy mi a tartalom, tudod? Tehát, hogy mi van a hírekben, azt, ha ilyen hangon hallod, akkor lehet, hogy nem szorul össze annyira a gyomrod. Fú, nagyon kemény. Na jó, oké, mutatjuk, hogy mi történt velünk pénteken, aztán jövünk a hírek után. Aki játszana velünk, írjon SMS-t, de ezt mondanom sem kell, jó? Úgyhogy a hét első játékosa lehet valaki, ha
dob nekünk SMS-t, hogy játszol, hogy vissza tudjuk hívni. 4 perc van pontosan fél hét. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Feljük Tracy, csak hogy megmutassuk azoknak, akik nem tudják, hogy ki volt Tracy. Persze. Hát ha. Kicsöng. A telefon. Ja. Értem, megértem, mondom, azt hittem csöng valaki. Mi hívjuk? Haló, mi egy lányt keresünk, de szerintem te pasi vagy, nem biztos, hogy jól tárcsáztunk. Haló? Miért? Mi lennék? Te vagy! Tracy! Hello, megértem a hangodtól. Tracy kém, hello, Valázs. Ezer éve nem beszéltünk, így van. Zuglóban. Hello, Tracy, te Magyarországon, otthon, Amerikában, Miami-ban. Amcsi csörgés volt. Képzeld el, hogy itt vagyok Magyarországon. Éppen hazajöttem látogatóba, és már holnap repülök Madridba. Mit csinálsz Madridban? Hát elmegyek egy 4 napot nyaralni. Szegény látom, látom, vannak dolgok, amik nem változnak. Szóval, hogy bármikor beszéltünk, de mindenképpen valami karibi körútra indultál. Nem utaztam idén olyan sokat amúgy, nem utaztam olyan sokat. Nem mentél most sokat? Nagyon visszafogtam magam, igen, nagyon szolidan élek. De most már itt vagyok Európa. Tök jó volt a szüleimmel, elmentem Erdélybe, és most, hogy visszafele megyek a Madridba, ott leszek 4 napot, és utána meg American Airlines, csung, haza. Csung, és mész vissza Miami-ban. Na jól van, de akkor jól igen, vagy, meg vagy. Megyek egészség. Szavazni. Mész szavazni? Jaj, na, oké, okay, tényleg, és kire szavazol? Ne. Tehát ki a kedvenc? Hát látom, itt a Clint... Megmondom őszintén, hogy nekem Obama volt a kedvenc. Se Hillary-t nem szeretem, se Trumpot, de hú, na, de most már olyan botrányok lesznek ott, hogy én még igazán félek ettől az évtől, hogy mi lesz 2016 választásnál, mert szörnyű, ami már, ami történt. Én pont a Clint Eastwoodról olvastam, aki nyíltan fölvállalt, hogy két elnök jelölt közül választania kell, akkor ő a Trumpra szavaz, neki a Donald Trump a kedvence. Mondta, ez Clint Eastwood, aki azért úgy, hát biztos, hogy nem ennek kapsinak tüntetni. Minden ott született amerikai, a zöme, a 80%-a Trumpra fog szavazni. Pont azért, hogy az illegális embereket kidobják az országból. De ők nem tudják igazán felfogni. Most én elkezdtem amúgy ezután nyomozni, hogy mi a helyzet, miért szavazol Trumpra, és amint kiderült, hogy azért, hogy az illegális embereket kidobják, de ez nem, és mondom neki, szerinted egy ember miért illegális? Hát nem tudom, mert lusta volt, megcsináltatta a papírt, szóval ezek igazán fel sem fogják, hogy Amerika nem dobálja a vízumokat, hogy gyere ide dolgozni, meg szóval annyira aberált, már elnézést, no offense to anyone, de hogy annyira aberált emberek némelyik, hogy azt se tudja tulajdonképpen, hogy ezek az emberek nem is kaphatnak vízumot, mert vagy feketén megházasodsz, érted, vagy pedig nyitsz egy kampanit, és akkor így talán nagy nehezen, szóval Amerika az nem kakírja a zöld kártyákat kifele magyarul, az érted? Tudom, igen, és ezt nem értik meg. Azzal te is megszenvedtél, mire meg lenne. Én nem szenvedtem egy szót, miről beszélsz. És te kire? Én éltem boldog házasságban. Valász! Az csak meg lett az a rohadt zöld kártya. El is váltál másnap? Hat óta ez a legjobb. Figyelj! Kire szavazol? Kire szavazol, Tracy kém? Most akkor inkább Hillary-ra vagy Donald Trump-ra? Vagy eldöntötted már? Na jó van, akkor. Én azért szuportálom a külföldieket, hogy bemenjenek, tudod, engem nem zavarnak. Aha, én is voltam, tudod. Persze. Én is így tettem a pályafutást. Mint Hillary. Igen, hát és így kerültél oda ki, persze, tehát akkor inkább Hillary-re. És akkor most nagy az őrület ki, nem? Aminek erről beszél, nem gondolom. Nem szeretnél zöld kártyát, elveszlek feleségül. Egyébként nem lenne rossz. Elgondolkoztam rajta. Főzöl, takarítasz. Ja, hogy tehát éleszek a nő háztartásban. Mm-hmm. Figyelj! Hány évet kell lenyomni, Tracy? Tényleg, hány évet kell? Kettőt kell kibírnod egy idéglenes zöld kártyáért, utána megkapod automatikusan a 10 éves zöld kártyát, és már azt csinálsz, amit akarsz. Elválunk, aztán újból szeretheted a fiúkat, csak vicceltem. Na, hát ő volt Tracy, drága hallgatom. Ő az. This is... Previously on Morning Show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 10 perc van pontosan 7 óra, hálom mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. És igen. Nem tudom, mit akartam mondani. Nem ennyire rövid távú lett a memóriám.
kezdek leépülni. Időskori demenciával szenvedek. Tehát, hogy azt akartam mondani, hogy... Megfogalmazódik, és mire ideig ez de mire kimondom, hogy azt akartam, addig elfelejtem. Van ilyen emlékezet kiesés, szerintetek, aki ennyire feledékeny? Fél, semmi gond nincsen, mert hogyha, ha ilyen rövid távú memóriád, akkor nagyon gyorsan el fogod felejteni azt, hogy elfelejtettél valamit, és akkor eszedbe jut. De legalábbis nem zavar. Így van. Tehát elfelejtem az elfelejtést, ezért hát eszembe jut. Hiszen ha elfelejted az elfelejtést, akkor eszedbe jut, amit mondani akartam. Meg is vagyunk. Pont nincs az eszedben, de utána mondani? Beugrik. Tehát az lesz, hogy elfelejtettem, hogy mit akarok, de megvan? Igen. Aha. Ez egész gyorsan fog akkor. Ugye? Egész gyorsan fog működni. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. Már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, szia. Hogy hívnak, ciao. Sziasztok, Tamás vagyok. Tamás, honnan jutta minket? Pestről, Budapestről. 17. kerület azon belül. Az már majdnem, Jani. Igen. Hát azért erős. Hát azért még kicsit odébb van. Persze, jó, még azért vitre egy Rákoshegy, azért még itt közben van, de... De örülök, hogy sikerült, megkaptad az SMS-t és bekerültem az adágot, szóval köszi szépen. Mondd, hogy nagyon szívesen. Persze, nagyon szívesen. Bármiért is vagytok nekem hálásak, nagyon szívesen. Abszolút, nincs baj, persze. Milyen SMS-t ki, vagy hogy, vagy mi? Fogalmasik. Én sem tudom. Milyen SMS-t kapott meg? Anna választod. Na, Janinak írtam egy SMS-t, hogy légy szíves, próbálj már adásba keríteni, de hát akkor... El is intéztem. Kösz. Úgyhogy közben kim voltam, és nem beszéltem senkivel. Igen, János most jött vissza ebbe a pillanat. Kivel játszanám? Janival szeretnék játszani, a lehetséges. Ja, hogy magunkhoz édesgetjük, aztán megszúrjuk. Aha, értelek. Jó, figyelj. Múlt héten nagyon rosszul játszottam. Mi volt az átlagod? Szerintem egy... Nem, 2-0. Mindig buktam. Ja nem, egyet nyertem. Nem tudom, mindegy, nem voltam mindegy. Jó. Emlékszem, hogy nem volt sikerélmény. Hát reménykedem benne, hogy tartani fogod ezt a szintet, úgyhogy nem bízom benne. Így van. Na, próbáld le. Indítjuk az órát, 3-2-1. Na, kérdezel, hogy nyugodtan kérdezel? Igen, szeretnék. Köszönjük, itt a vége. Igen, szeretnék. Mekkora király vagy, Jani? Ezért károlt SMS-t írni. Kidobni 20 forintot az ablakon, vagy ha csak nem ingyen küldted. Hát téges telefon, úgyhogy hál' Istennek ingyen volt. Nem volt egy hosszú játék. Hát köszönöm szépen, hogy javítottál az átlagomon. Remek. Ez előre meg volt beszélve, hogy lejátszátok így, és akkor betelefonál, hát, és... Persze, igen, mert mondta, hogy valakinek kell... Elmondta, hogy valakinek kell ajándékcsomag, és hogy valami lúzert akart, aztán nekem dobott SMS-t. Egy felcsicsásított ajándékcsomagot. Nem, mondta, hogy gyere már játsszál már egyet, hagyj állítsa már a renomémat, és akkor így. Hát aztán kire gondoltott volna, nem rám, szóval ennyi. Igen. Úgyhogy megmaradtam. Nyugtasson meg a tudat, hogy nem is fogunk erre a játékra emlékezni. Köszönöm szépen, ez volt nagyon kedves volt. Aztán, hogy hétfő reggel egy ilyen pozitív... nem hagyott bennem. Hétfő reggel egy ilyen pozitív kezdésnek, hát gyönyörületetem. Jött emberünk a 17-ből, gyorsan kikapott, ment. Nem? Nagyon nem tudtuk meg, hogy mit csinál, nagyon nem tudtuk meg róla semmit. Gyors játék, aztán egy gyors elvérzés. Nem baj, annál legalább egy jót beszélgettem, szóval már ez megérte. Tehát, ha már veletek nem lehet, akkor legalább vele. Velünk is lehet, csak ahhoz nem kell kimondani a tiltott szavakat. Lehetett volna ez hosszabb, lehetett volna ez hosszabb. Hát, miért tiltott szavakkal kell játszani? Hát és akkor sokkal jobban ment volna, tehát... Köszönjük, szia! Szép hetet, szép hónapot, szép évet. Most még kössünk bele a szabályokban. Mi? Na mindegy is. Jó volt. Köszönöm, hogy emberekkel játszol, hogy nyerjél, de hát te teljesen. Majd a jövő héten nyalogathatjátok a sebeit. Elviszed sütizni ilyenkor a nyelvestest vagy? Nem, megmondom meg, hogy menjen hova is hivatkozzon rá. Akkor viszont egy null gyerekek, úgyhogy behúztuk. Jó, van, elmegyünk egy picit hírezni. Milyen van, valami jó sláger rádió zenénk, hogy hírek utána mire készüljünk? Biztos van valami sercegős, elindultunk, látom. Elindultunk egy másfajta hát irányba. Egy nagyon gyors az a Lenny Kravitz, azt azért... Azért mondom, hogy kicsit arra visszaaludnának. Jó, hát ezt érted. Ja, cseréljük ki azt a Lenny Kravitzet, akkor van egy másik Lenny Kravitzre. Majd adok jó tippet. Jó, igen, az egy lassú dal. Hát lassú dalt ne játszunk reggel.
5 perc, pontosan 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, ha van közlekedés, küldjetek el nekünk, ránézek a falra gyorsan, hogy van-e. Óriási dugó az M3-oson Pest felé, Hungaroringnál van egy baleset. Hoppá, hoppá! Kettő is van állítólag balesetben. Ajjajjaj, igen, Mogyoródi kiárat előtt teljes útzár, mentő most viharzott el, M3-as Pest felé felejtsétek el, jó? Mogyoródnál hatalmas baleset. Igen, Mogyoród után több kilométeres már a sor. Torlódik szépen. És aztán van a 17-es kilométernél is egy baleset, az szerintem nem az, amiről az előbb beszéltem, az kicsit kijebb van, ott egy kilométeres a dugó. Úgyhogy két baleset is az M3-oson. Az egyikben valami 10 autó ment össze, úgyhogy annak mire vége lesz, az felejtsétek el a hétfő reggel. Atya Isten, na jó, van 4 perc, 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, mindenkinek itt vagyunk. Jaj, valami kijött a számból. Ja, semmi érdekes. Menj vissza. Bármi is vagy. Mász vissza a dobozba. Jó, jössz még később. Bármi is vagy, igen. Mit csinálsz? Mit csinálsz az én számom? Szóval itt vagyunk, és két nap jó idő, aztán egy újabb hidegfront. Úgyhogy aki erre hétre időzítette, az készüljön pulóverrel és mindennel, mert 22 fok lesz. Ami ugye ősszel kirándulni, nagyon péntek. Finom. Még hétfőket szerda, az még jó. Igen. Ősszel kirándulni, az rendben van. Csak augusztus most... van, igen. Hát gyerekek, meg vagyunk áldva ezzel az időjárással. Nem? Hétvégén sem volt. Nem volt. Hát meleg. Szombat tegnap... az nagyon rossz volt. Szombat nem volt jó, vasárnap egy szeles. Igen, melegnek meleg volt, azért fújt igen, a szél. Sütögeted. De vízpartra nem nagyon tudtam menni vízbe, nem ja. Nagyon vágyott az ember, nem? Szóval, hogy úgy, hát... Nem, ez nem a mi nyarunk. Csak egyszer kell bemenni, aztán nem kell kijönni. És akkor nem gondolsz ide. Mondja a nagy vízimádó. Srácok, kérdezzetek. A Velence szörfbajnok, a Balaton... A nick nevem Búvárkund. Igen. A balatoni átúszások királya. A vízi bajnok. Ja, Istenem. Régi M0-ás a jóság van, legalább ez jó hír. Edek küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó reggelt, hol a Voga, kérdez egy hallgató. Jó kérdés, csörögjünk rá. A Vogára? Aha. Csörögjünk már, kérdezzük már, hogy mi van vele. Hagyjatok egy Voga számot. Engem érdekel, beszéljünk már vele. Asszem. Hogy mi van a Vogában? Ah, tökre kíváncsi. Mindenben benne bírom. Vagyok ma reggel. Három ember közül őt bírom a legjobban. Szerintem gyártják összes a három ember szeretsz? Így van. A másik a lányod, a feleséged. Hányod a feleséged és a Vogát. Három ember közül őt szeretem a legjobban. Van Voga számod? Van, megvan. Tényleg? Egyszer kért valamire na. Jegyet, még Danubiusban dolgoztunk, és fölhívott a Voga, hogy hát, hogy én úgy elmennék, ha nem tudom milyen koncertre, mondom, Voga processzor, tessék, menjél. Mi támogattuk. Tök jó. Egy-két közlekedés. Három egykori nagy emberből az egyikről tudjuk, hogy mit csinál. Hát Gábor rádiózik. Gábor rádiózik, egy nyitott könyv ebből a szempontból. Lajos is érdekes, de a Voga jobban. Én a Lajost is bírom egyébként. Tényleg, jó, ez tök persze, jó óra van a rohadt fárasztó, de te, hogy így szóval engem szórakoztat, amikor beszélsz vele, kifejezetten szórakoztató. Hogy tudok kilépni úgy egy SMS-ből, hogy ne tűnjön el az írt szöveg sehogy, mi? De, simán csak kilépsz elől, és ha visszalépsz az SMS alkalmazásba, de hogyha magából az SMS-ből lépsz ki, akkor úgy nem. Igen. Tehát az alkalmazásból kilépsz, ha nem akarsz másik SMS-t írni, megcsinálod. De már elkezdtem írni egy SMS-t. Akkor menj el piszkozatok közé. Nem, simán kilépsz az e-mail. Alsó nagy gomb. És hogyha visszalépsz, akkor... De nem úgy értem, hogy az üzenetében nem tudok belelépni. Ja, az úgy. Na jó. Azt mondja, hogy Tiszaújvárosnál mérnek a rendében őrei a Miskolc felől érkezőket. Lisztes Ati küldte nekünk. 6-8 autó ment össze Budapest felé az M3-as 39-es kilométerénél. Igen. Szóval, hogy ott nagyon nagy dugó van. Balázs, hogy rossz a memóriád, nem adsz kölcsön egy kilót hétfőig? Mit kérte? Mit kérte? Ki az a Balázs? Lassú araszolás Mogyoródtól, 21-es kilométertől. Bagi lehajtó után több autó ütközött, 2 kilométeres a sor az M3-ason, mindenki meneküljön. 2 baleset is van, és mindhárom baleset... Két baleset is van, és mindhárom balesetnél 2-3-4 kilométeres a sor. Bag asszód lehajtó után, a Mogyoródi lehajtó után is. Mindenki kerülje el az M3-as Budapest felé. Most megnéztem neked a kedvedért, beírtam, egy elkezdtem egy SMS neked, beírtam, hogy a címzetet, meg beírtam a szöveget, hogy pöcs, és utána kiléptem belőle, visszalépett, és piszkozatok közé mentette. Nagyon jó. De neked más, de más, nálunk ez nincsen, te androidos vagy. Igen, de a tiétek legalább szép. Igen. Amilyen legalább jó, nem praktikus. Szép és drága, igen. Van egy csomó minden, igen, amit máshogy csinálnék. Na mi van az olimpiával? Van valami? Élő streamünk megy.
Hát, üzenjük a közszolgálatnak, őket nézzék, ne legyenek durcik. Uh-huh. Így van. Így van. Látjátok, még nem tudtuk, de nézzük. Igen. Nem, egyébként nekem hiányzik egy-két ember. A Gundit miért nem vitték ki, mondjátok én meg. Én nagyon-nagyon örültem volna neki. Miért nincs kint a Gundi? Nem ér rá biztos. Ide, már Gundi. Figyeljetek, az olimpiára. Nekem nem az a bajom a sportriporterekkel, hogy a közszolgálatban dolgoznak meg egyáltalán, hanem azt, hogy egyik másik nem igazán tud, meg hogy nem szereti azt a sportágot, meg nem ismerik kifejezetten, vagy nem a kedvence, meg szívecsücske, amit közvetít, csak hogy nem készül fel belőle. Tehát amikor nézek például egy cselgás döntőt, és mondjuk hosszú perceken keresztül ilyeneket hallok, csak hogy az azeri fiú van fölül, Meg tudok örülni, és egy perc alatt én is leveszem, mikor valaki olyan közvetít valamit, ami ezt nem ért. Az én a tenisszel fiú, vagyok így a digin. Az orosz fiú tempót vált. Van egy csávó a digin, teniszt közvetít. 86-ban Európa bajnok volt. Nincs hozzá, és hallott, hogy nincs hozzá köze. Nem ért hozzá. Hátra. Hú, ne is mond. Kiguglizott adatokat mond végig. Igen, nem nyugodt az edző. De közben látod, hogy nem érti azt, hogy mi történik a pályán. Mindegy, cselgás tenisztők. Látod rajta, hogy nem ért hozzá. Tehát nem olvassa a játékot, nem ért hozzá, csak ilyen nagyon hülye ilyen sztereotíp dolgokat mond, és látod, hogy fingjani. Igen. És nem érted, hogy miért azt teszik oda. Valamit, úgy érti a nézőknek a 70%-a. Igen. Érted, akkor kis belső horognak indult, vagy valami. Tehát valamit mondjon. Mondjon valamit, érted? Vagy elhiszem, vagy nem. Én is közvetítetnék ennyi erővel, mi még egyszer ugyanoda ütötte, ja, ismétlés. Így van. Megigazítja a ruháját. Oly, de szépen jött, de szépen de nem jött. Lehet, hogy azt csinálja a közszolgálat, hogy amikor már nagyon hiányzik Gundi, akkor kiküldik, tehát Gundi egy ilyen utóvét, hogy amikor elfáradnak az újoncok, akkor igen, megérkezik a nagy öreg rutinos Róka, és azt mondja a második hétre, hogy nyugi gyerekek, itt vagyok. De biztos, hogy egy ilyen Gundi forró vonaluk is. Tehát amikor valami nagyon nem jut az eszükbe, és van egy kis idő, jön az egy perc, gyorsan fejlő a Gundi. A Hajdúbé kint van? A Hajdúbé szerintem igen. Hajdúbét hallottam. Azt, hogy ezt is tökre sajnálom, hogy nincs kint. Lehet, hogy forma egy van neki közben egyébként, szóval van ennek egy technikai akadálya, hogy nincs kint. De el tudom képzelni, hogy a következő két évben van forma egyes utam, és neki itthon kell maradni. De a Gundi, hát nekem óriási hiányérzetem van, hogy Gundi nincs kint. Nagyon kellene. Láttam őt élőben a stúdióban. Kit? Gundit. Itt? Azt nem így, hanem a királynak a stúdiójában, olyan hajnal 3-4-ön a magasságában. Fritz volt, kettő... fiatalos. Ó, hajnal 3-kor. Nagyon mosolyogtam. és a kinézi közvetítése, amiről lenyilatkozták, amikor nem említették meg. Aki magyarázta. Igen. Menekült csapat úszott, vagy járt egy ilyen előfutamot, vagy nem tudom, a szírek, és akkor meg sem említette őket. Meg nem, ugye nagyon hosszú magyarázban leírt, hogy miért nem említette meg egyébként, hogy egy menekült csapat, vagy úszója nyert valami, úszó előfutam, nem tudom pontosan. Egészen. És akkor elmondta, hogy ilyenkor olyan infokat szokott megosztani, amikre egyébként máskor nincsen idő, mert hogy nem annyira fontos ez a versenyző, aki éppen úszik, mert hogy nem egy világsztárról van szó, vagy nem egy magyar versenyzőről van szó, meg egyébként akkor is előfutam, stb. Ugye mi a közszolgálata nem vagyunk jóba egyébként, már hogy ők nincsenek velünk, mert haragszanak ránk, mert elmondtam, hogy egy fosa híradójuk. és pillanat. És lenyilatkozták a rádiós átigazolással kapcsolatban, tök jó, hogy ugye felmerült, hogy esetleg a Morning Show megy a Petőfi rádióra. És mondták, hogy biztos, hogy azt nem. Olyan közleményben cáfolták, hogy semmi esetre se, semmilyen körülmények között, és se most, se holnap, se tegnap. A közszolgálat eszébe nem jutott, hogy leigazolja Morning Show-t és Sevestyén Balázs, mert hogy én velem olyan közleményt adtak ki, sírtam a röhögéstől, tehát hogy így nagyon haragszanak ránk egyébként. Rád. Hát jó rád. Csak igen, mi? Ja, mi van, miért te melegítesz oda? Készülsz oda, megyek vele. Magammal rántalak. Vigyázz, olyan nincs, hogy te külön. Olyan nincs. Olyan riadt, erőszakos, hangvételű kommunikációban, sajtónyilatkozatban közölték le, hogy egészen biztos nem jön szóba az, hogy Sebestyén Balázs és csapata a Petőfi Rádióra megy. El sem merült, és kikérik maguknak, és Isten őriz. Most így utalag már nem olyan kemény duma, de én nem is akartam hozzátok menni, srácok. Az más kérdés, hogy bennünk sem merült föl egyébként, de hogy valami elképesztő. Annyira röhögtem, mondom, ú, de durci, meghallották a hírt, és hogy összeszaladtak az emberek, gyerekek, erre írjunk valamit azonnal, még valaki komolyan veszi, hogy mi történt. Balázs, egyszerűbb megsértődni, mint elgondolkodni a kritikának a valóságtartalmán.
Figyelj, hát ja, igen, tényleg. Na mindegy, szóval gundit az olimpiára. Igen, mert inkább a sportolókra. Például én nem igénylem, hogy mondjuk egy megnyert úszó döntő után felsorolják az úszószövetség a lelátón helyet foglaló tagjainak a nevét. Tehát engem ez nem érdekel, hát, például. Gyárfás úr szomorú úszó tagja. Katinka becsapott a célba. De az nagyon tetszett, hogy elmondta, hogy ha az ő férjük is segítség volt abban. Nem volt segítség. Na, oké, megérkezett hozzá közben az ország tortája. Tényleg? Jó, és van bele valami. Hello, jó reggel. Ciao, hello. Gellért, hello. Ciao. Igen, én vagyok, Szó Gellért. Jó reggel. Hello, Szó Gellért. Te csak beestél ide nekünk most egy tortával? Igen. Komolyan? Hoztam a reggelit. A jó rendes, tartsa meg a szokásodat. Köszönjük szépen. Sós van nálad? Sós egy picit tésztája. Drága hallgatók, dőjetek hátra számotokra, a legunalmasabb dolog következő. Három műsorvezető azt mondja, ez nagyon finom. Ennél undokabb rádioműsort én nem tudok elképzelni, amikor ilyen műsort látok, hogy kóstolnak valamit, vagy ilyen rádioműsort hallgatok, mindig nagyon ideges vagyok, rohagyjatok ti meg. Nekem is. Nehogy én ebből ki vagyok hagyva. Na ez lesz most veletek. Elhoztad az ország tortáját. Igen. Ti nyertetek? Igen, most idén. Hát nézd meg, hogy kapcsolat. Idén is. Hát nézd meg, hogy kapcsolat. Hogy idén is. Az ő memóriájával van baj. Nem, ők a harmadikok voltak, de elhozta az ország tortáját. Igen, honnan loptad, honnan szerezted? Idén is. Feltételezem, akkor tavaly is? Igen, tavaly is. Mit tudtok ti? Komolyan ennyire mit vagyok. Tudtok? Ismerik a zsűri elnök. Kit vettetek meg, drága volt és mit kellett adni? Na mondj egy pár mondatot, mit kell tudni a tortáról? Hát a tökmaggal kísérleteztem az idén. Nem szereted. És így sikerült. És igen. Igen, valami más nem volt. Tökmag, az jól hangzik. Hát, ez egy új alapanyag lesz szerintem most a cukrászatban, amit itthon annyira még nem ismert, és ezzel próbálkozok most. Na, idén. Csináljunk akkor egy tesztet, jó? Nem mondd el az összetevőket. János megkóstolja, mert nálunk ugye a 8-as cukru. Így van. És akarja vinni 11-re. Miért gondolod, hogy a tök mag most egy ilyen új alapanyag lesz a cukrászatban? Valami most oligarcha bevásárol? Most. Kiderült, hogy Lajos magfölgyé vannak. Most csak előre lőrinc tök magföldeket. Fel kell valahogyan. Ne mondd el az összetevőket, jó? Jó. És végzünk egy tesztet. Ha már teljesen váratlanul beestél, mert én ezt ma reggel tudtam meg, hogy jössz. És megpróbálja Jani, a torták királya, a torták ismerője, a torták császára elmondani, hogy mi van benne. Pipáld, vagy írjál egy áthúzott X-et, hogy ez nem talált. És megnézzük a végén, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem. Oké? Oké. Gellért. Te most Algotarjából jöttél hozzánk? Igen. De rendes vagy. De ez nem a cukormentes, ez a sima. Nem, ez a sima. Ez a sima. Intensity-vel? Kicsit igen. Figyelj, és akkor ez innentől kezdve, ha jól értem én ennek az egésznek a lényegét, minden cukrászda ezt ott megcsinálja saját magának, és kiírja, hogy ez az ország tortája. De ez mégis kicsit mindenhol más lesz azért, nem? Hogyne, igen. Hát attól függ, a technológiától is függ, hogy hogy készítik. Mi megadjuk a pontos receptúrát, meg a leírást, aztán a cukrászokon fog múlni, hogy ki hogy tudja elkészíteni, ki mennyire teszi bele azt az alapanyagot, ugye, ami van a receptben. Na nézzük, Mr. Torta király. Na, nézzük. Azt mondja, a tök magot nem ér mondani. Ugye, az egy pont lemondani. Jó, az egy pont lemondani. Az első celofán. Egy pont. Mondj el nekem legalább három összetevőt, Jani, amit te érzékelsz egy kis kifinomult, finom, ruszvulmhoz szokott kis nyelvecskéddel. Csak krémet teszek. Hogy szerinted milyen összetevőkből áll ez a torta? Tessék. Megy. Hova? Nem. Tegezz nyugodtan. Megy ehhez még valami, nem? Szerintem kell érte, tegezz nyugodtan. Egyrészt még nem indult. Marad még, vagy megy már. Jó, egy x a megyre. Oké, egy x, nagyon szép volt, Jani. Pisztácia, az van benne. Pisztácia? Ez tök egyértelmű. Nincs. Kettő köszi. Darab is. Nincs benne pisztácia. Hallod? Pisztácia van benne. Miért tök egyértelmű. Jó, 2x. De jó, mert azt akartam kiejtesíteni, úgyhogy... Igen, az a tök magot érzed egyébként, szerintem az tök mag. Majdnem ugyanaz, pisztácia, tök mag, mag, hát most apró kis sós, igen. Mi a harmadik? Pisztácia? Igen, mi a harmadik? Mit érzel? De jó. Mit érzel még? A piros csík mi lehet? Mi lehet a piros csík, tessék? A piros csík? Megjött. A gatyádba. A piros csík a gatyádba. Merjen? Az könnyű a piros, még én is megmondom. Nem áll, hát te vagy. Mondd már, hogy mi a piros. Arra mondta a medgyet. Arra mondtam a medgyet. Arra mondtam, mi az? Ribizli? Az málna. Nagyon szép, három ez darab ez neked málna. Igen, 6 éves gyerekem is megmondtam volna. Azt mondja, ez neked málna. Eddig nagyon durva 3x-ed van. De jó. Az. Torta király. Van még nekem ehhez. Miért? Ma már ettél valamit? Figyelj, én az ízlik, nem ízlik kategória.
Vagyok. Erre meg hagyd ne válaszolj. Szemét vagy. Gyerekek, hát csak mondom, a torta szakértője, Mr. Torta 3X-nél tart. Egy összetevőt nem talált el. Tök mag. Jó vagy. Van egy tök magunk. Oké, mi van a tetején? Mi az a zöld a tetején? Azt próbáld megkóstolni. És mit szólt hozzá a nébi? Hogy zöld le? Figyelj! Igen, de nem látszik, hogyha már elindult. Az zöld a pisztáciát akarta kihelyettesíteni, a gondolom ez is tök mag, vagy nem? Igen, igen, az is tök mag. Az is tök mag volt. Mondtam, a tök, nem tudok erre pontot adni, ne haragudj. Tehát egyetlen egy nyomorúságos tök mag, miközben elmondta Gellért, hogy a tök magot próbálja bevezetni. Hát így azért ez könnyű, érted? Három mi a fehér? Mit? Mi a fehér? Alapszín. Mondjál ilyeneket, hogy tojás. Én ilyeneket mondanék. Ja. Hát van benne, biztos van benne. Tojás? Tojás van, egy tésztájának. Egy pontbalinak, nagyon jó. Mi ez, joghurt? Joghurtos vagy valami mascarpone-s? Van benne joghurt, de egy ilyen vaníliás, ilyen fehér csukádé mousse. Ja, bocs, hogy ezt jó, egy kapszál egy pontot, oké. Okay. 3x egy pont. Hát, egyelőre nem mehetsz el, nem mehetsz el, nem tudom ilyen. Szakértőnek, tortakóstolónak, csak mondom, hogy egyébként benne van a zsűriben, és zsűrizte ezt mondtam volna, hogy zsűrizted a cukormentes tortát. Igen. Jó, de egyébként korrekt, rendben van. Ismerünk már! Egyet nem találtál el. Figyelj, és tavaly is, akkor nyertetek is idén is, igen, de nem ugyanaz, mint minden évben más, nem? Minden perc, tavaly egy pálinkás nyert. Sárga borosz pálinkás. Ja, hogy a torta volt pálinkás, és nem olyan leszóltál valami cukrász barátot, hogy kicsit be volt zsúva. Nem is emlékezett nagyon a receptre, mert nagyon be volt színva akkor. Hogy találjátok ezt ki egyébként? Vagy mit, hogy? Most tényleg, amit Jani kérdezett. De csúnya este volt előtte, mikor beemelted a tök magot nagyon? Beittatok? Mennyire kísérletezik az ember tényleg ilyen, hogy ez összeálljon? Hát ezelőtt egy ilyen két hetet kísérleteztem. Két hét? Hát persze, meg magyar alapanyagokkal kell általában dolgozni, aztán már eléggé ki van merülve itthon, szinte már mindennel csináltak tortát, és így elég nehéz egy új alapanyaggal dolgozni, és szerintem a tök maga az egy jó választás volt, úgy gondolom, meg jó volt a visszhang is. Jó volt a visszhang, azt olvastam, igen, hogy nagy siker volt. Csak aztán a beépítések miatt sajnos eltűnt. Már ha hiányra gondoltam. Na jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük nekünk, hogy ezt behoztad. Kellemes, csak a nevét nem mondtuk még el. Őrség zöld aranya. Őrség zöld aranya. Tehát akkor így kell keresni a cukrászdákban. Igen, ezt keresétek, és ezt ugye minden magára valamit is adó cukrászda ugye előállítja. Ez jó, mint hogy azt mondjátok, hogy tudják, a tetején az, ami nem pisztácia, hanem inkább tök mag van benne egy réteg mála. Most ne legyél durci, mert nem találtad el, most érted? Hát ne, ennyi, hát ezt emelt fővel kell viselni. Hát háromból semmi. Volt egy nyomorúságos vaníliakrém. Most már nem is fogok tudni aludni napokat. Ennyi volt. Oké, egyébként tényleg nagyon finom, és ez a málnacsik a közepén. Drága vagy. Hoztál még valamit? Még egy, itt van a 3-4 torta, úgyhogy... Az egészen, drága vagy. Hát köszönjük. Egészségetekre. Jövőre is indulsz? Jövőre nem, jövőre kihagyom. Mi? Kizártam. Jövőre inkább pihenésre szeretném tölteni. Hát de most két hét alatt fölkészültél erre is, nem? Jó, de hát valamikor igen, fel kell élni a lóvét, amit ebből keres. Gyerek, ez jár valami az erkölcsi elismerésen kívül? Az ember kap valamit? Hát ő egész évben árusítjuk, aztán. Azon keresőről egy csomó pénzt. Jó, és akkor augusztus 20-án találkozunk a budai alsó rakparton. Így van. Ott megkóstolhatja majd a nagy közönség. Mi együtt nézitek a tűzijátékot? Hát majdnem, akkor lesz bemutatva ugye az ország tortája, illetve az ország cukormentes tortája. Ja, ezt amit még átlag ember nem ehet. Nem, ez 20-án lesz elérhető. Hát, aztán, hogyha az eredetit szeretnék kóstolni, a Salgótarján és Egerben lesz elérhető. Na jó van. Köszi, hogy itt voltál, drága vagy tényleg, hogy ennyit szíveztál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gratulálunk még egyszer. Lefotózzuk, kirakjuk, megmutatjuk, jó? Ennél kegyetlen ebben tudjuk. Igen, jó képes lát. Ennél már nem arra gondoltam, hogy tortát, de tennék kegyetlen, mert egy tortát, amit eszel, hát ez ebben a formában azért így egy kicsit nehéz. Igen, megmutatni, de egyébként tényleg nagyon finom. Na jó van. Én bírom az ilyeneket, amikor így elgurul a gyógyszer, és tök magot tesznek a tortába, nem? Nem ízlik, nem jó csak nekem? De, finom. Finom. Én ebben nagyon konzervatív vagyok. Én nekem egy zserbóval megveszel. Tényleg. Hozd már be egy zserbót. Tényleg, két rákot citrus, egy almás pités, egy zserbó, én meg vagyok. Tehát ez én az kevésbé vagyok nyitott erre. Tehát az ember úgy megkóstolja, de hogy nagyon jó. Úgy valahogy nem épül meg. Na, a hozzávaló tök magot szájjal bontott, aki Gellért, ezt kérdezi szóra. Igen, egyeseivel. Egész biztos, igen. Igen.
Jani azt értette, mi nincs benne. Akkor viszont jó, jó volt. Mondanod kellett, hogy ide hallgatod, tök jókat kellett volna, cukor, liszt, tojás. Ja, igen. Ezeket kell. Vali, rohagyjatok meg tényleg, én meg itt négy óra szállítom a tejet, írja valaki. Szolidárisak vagyunk egyébként, nem ettük halára magunkat, csak egy falatot megkosolnak, ne azt halljátok, hogy három műsorvezető csámcsok. Korán van mihez, elszáll a cukrunk. Igen, ráadásul igen. Kóstoltad, Ákos? Milyen volt? Nézted? Nem, most ezt ide raktátok elém? Nem, így mondjatok híreket, mert ráfolyik a nyálam. Azért teszem, köszönöm. Nem kóstoltam egyébként. De kóstold meg egyébként. És mi a piros? Az egyszer munkatárs. Szintén piros, illetve délután vezet egy kíváncsi műsort. Az egy málna csík. Az egy málna csík benne. Igen. Itt fia, ha akarsz, hanem enni fogsz, látod, a Viki már adja is. Ja nem, azt hittem neki adod. Én teljesen más téma, kérdezi, hogy ha hallgatott tőlünk, hogy láttuk-e azt, amikor Szászemesétől a riporter a döntő után megkérdezte, hogy mivel fogod meghálálni a nézőknek, szurkolóknak, hogy fennmaradtak ilyen sokáig. Hát talán ezzel az arany. Csak mások így közül jönnek az események, ez nagyon helyes. Ez egy tökélyes kérdés. Mivel tudnám? Talán ezzel az aranyéremmel tudnám így visszamenőlegesen. Igen, Feri meg ne fulladj, ezt fel kell küldte nekünk. Gyerekeket, Feri, jó ízűen. Én nekem teljes, nekem bejött. Mondjuk nem kóstoltam bele egy 10 perc fekad, de semmi gond. Igen. Jó, hát jó ízűen tudsz, én nincs ezzel baj. Oké, gyorsan még egy kis közlekedés. Van egy lerobbant buszunk az M5-ösön a Dabasi kihajtó előtt, edeköszi, hogy elküldted, az is okoz némi fennakadást. Valamint az M6-os 82-es kilométerénél készülnek fotózni. Budai alsórakpart fekete Peugeotban, rendszer vége 8:13, gyönyörű mosolygos hölgy halad, puszilom a mögötte haladó. Hát itt valami szerelem szövődik, ahogy látom. Azt mondja, hogy Gundi azért nincs kint, mert közvetíti a hazai labdarúgó bajnokikat. Igen, és oda ember kell. Jó, hát. Jó, oda, akkor meg is értjük. Én is nehezen mondtam volna előbb. Igen. Na, Ákos elmondja a híreket. A vakcinát tartottunk a közben, beesett az ország tortája, ami egy teljes nagy meglepetés, ott felhívjuk a hírek után, hogy hogy van. Mindenképpen, csörögjünk már rá. Már nem is tudom, hogy jutottunk el hozzá, de megpróbáljuk fölhívni. Jó, hogy mi van, amit kis drága vakcinkkal megcsörgetjük. Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk vissza mi. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan, 6 perc múlva. Augusztus van, csend van, nyugalom van, nem? Hát csend, a M3-oson mondjuk ott nincs. Ott nincs, igen. Nincs, ott nincs, de egyébként meg az. Uborka szezon, az olimpiát leszámítva. Már nekem szombaton éjszaka jöttem haza, így Pesten keresztül, mentem a Velencei tóra, este 11:30-kor tele az M7-es. Hogy hova mennek olyankor az emberek? Balcsira. De szombat éjszaka? Aha. De mi lesz, ott alszol, elszaladsz a Balatonra, vasárnap meg visszajössz? Vagy? Szerintem ilyenkor állandó, tudod, nyáron nincs ez a csak péntek este, meg szombat délelőtt van forgalom, hanem ez ilyenkor állandó. Már én azt gondoltam, hogy ez egy szombaton éjfél előtt már nem indulsz el, most ott odaérsz, érted, hajnali egykor. Szerdán jöttem haza a Balatonról, és olyan dugó, és olyan forgalom, hogy ott hihetetlen. Tehát folyamatos, ilyenkor szerintem folyamatos. Lemész, bulizol egyet lent, vagy egy éjszakát vasárnap visszajössz. Igen. Állandó. Állandó forgalom, nem lesz három sávos, hallottátok? Nem. Hallottad, hogy nem lesz? Hogy nem hallottad, hogy nem lesz? Hallottad, hogy nem lesz, hogy lesz? Viszont lesz egy több ringa út. Igen, tök jó. Valami jó. Vannak helyek, ahol azt is használják az autósok. Igen, hát ugye az volt a terv, hogy az M7-es, az három sávos lesz, milyen jó lenne. Nem lett volna baj. Nem lett volna baj, nagy segítség lett volna mindenkinek, aki hétvégén megy le Balcsira. Neki a rákat áll a dugóba. Most azt nem lesz lefújták, viszont lesz állítólag Budapest-Balcsi bringa út. Így van, Balaton körutat megcsinálják, és azért nem csak Budapest-Balcsi, hanem lesz Budapest-Bécs bringa út is. Na jó, lesz egy Budapest-Isztambul is, csak oda-vissza. És az M1-es háromsávosítás, az meg lesz, vagy nem lesz? Azt nem olvastam. Arról nem volt szó. Hát, hogyha az M1-es, akkor szerintem az sem. Hát nagyobb szükség lenne az M1-esen, igen. Igen, tehát ott valószínűleg arról lehet szó, hogy egy kis lóvé most így kimarad. És akkor kevesebből meg lehet oldani így ilyen vigaszt gyanánt ezt a bringautat, ezt a Budapest Irkutszkot. Balatoni elkerülő. Budapest Irkutszk felé. Igen. Na,
mondjátok már meg nekem, hogy találtuk, hogy felhívjuk a bokcit? Mert úgy, hogy az egyik hogy megkérdezte, hogy, ja, hogy mi van a bogával? Igen, mi van a bogával? Ja, igen. Tényleg, jó. Na, szóval drága hallgatók, az újonnan becsatlakozottaknak mondjuk, hogy valaki megértenek, megkérdezhetünk SMS-ben, korán reggel, amikor még ugye van időnk hat után itt SMS-ekre válaszolni, meg a kivel mi volt, hétvégén mit történt, mi a helyzet a bokcival, tudunk-e róla valamit? Felvetettük, hogy semmit nem tudunk, de szívesen fölhívjuk rá. Persze. Mert van hozzá számunk. Így van. És megkérdeztük, hogy hogy van és mit csinál. Úgy döntöttük, hogy novemberi most már egy picit törődünk a hallgatókkal is, tehát hogyha van benneteket érdekel, írjátok meg, és akkor utána járunk. Nagyon szeretnék olyan adástól, meghívjuk a Vogát, meghívjuk a Lajost, visszahívjuk majd egy-két régi arcunkkal, tehát ez szeptember-októbertől kezdve, hát itt nem kérdezzetek már... bármit, megpróbálunk utána járni. Hogyan ápolja bajszát Áder János, rácsörgünk. nem, rá nem csörgünk, mert már egyszer próbáltuk. Miről csörgünk? Magánszámról csörgünk egyébként? Igen. Vokci Balázs, hello, morning show, szia. Jó helyen vagyunk? Hello. Élőben vagy. Jó helyen. A röhögésből jó helyen. Akkor jó helyen vagyunk, hello. Szia. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, volt itt egy ilyen hallgató igény, hogy megkérdezzük, hogy mi van veled. Aztán gondoltuk, rácsörgünk. Aludtál? Nem, dehogy is. Hát ne hülyeskedjetek, én ilyenkor már fönt vagyok. Vizsgálgatom magamat, és hogy nem lopták el valamit éjszaka? Vagy én ébredtem el föl, és én vagyok-e az, és hogy alkalmas vagyok-e dolgokra. Megyek akasztásra. Na. Az egyébként jó. Én úgy tudom, hogy ezt már betiltották. Vagy legális, vagy illegális. Na, látjátok, azért ez az őszinte érdeklődés egy kicsit gyanús nekem, de tényleg, hogy kerültem én képbe? Nem, de ettől tök őszintén elmondom, hogy János is felvezette, hogy... Tök őszinte, ne hülyeskedjetek, gyerekek. Na jó, hát ez tényleg. Egyrészt barom juborka szezon van, kettő. Így van. Rohannátok meg, hát megőrülök. Vokci, V betű, már mindenkit felhívtunk, már vége felé vagyunk. Figyelj, igazából az vagy november mert nincs freki, és most elkezdünk mindenkit felhívni, hogy mindenkit meghívjunk, akit kedvelünk, szeretünk. Ja, tényleg, hát gyerekek, utolért benneteket is. Isten bizony szomorú voltam, én csodálkoztam is, maga mondtam, te jó Isten, már ez is. Ugye, hát figyelj, amit ti átéltetek, megyünk azután mi is. Szóval előbb-utóbb ez mindenkire lecsap. Jó van, hát azért nem kell nektek annyira elkeseredni, mert hát ugye... Nem, búcsú koncert nem lesz. Nem. Mi nem fogunk dudálni. Figyelj, és megírta reggel tényleg egy hallgató, hogy mi van a bogával. De tényleg meg tudom mondani, hogy hány a számról jött. Lehet, hogy van még rokonod volt egyébként, akinek nem vezet a telefon. Nekem nincsenek rokonaim, gyerekek. Ha vannak, akkor meg piszkosul nem tartom velük a kapcsolatot, mert elhajtottam mindegyiket. A rokon a legrosszabb dolog a világon. Most látjuk Lajos száma. Én nem is értem, miért nem a Lajost hívtátok először, lehet, hogy már nem is él. De most, hogy rácsörögtünk, sokkal frissebb vagy, mint az utolsó 5 évben a bumerángban. Ez mitől függ? Vagy ez nem kell ilyenkor már könnyűk egyáltalán rohadtak, mert holnap nekem nincs adás, én nem tudok visszahívni. De tök friss a hangod. Hát nekem kellett egy kis idő, amíg beazonosítsam. Na, tényleg, őszinte az érdeklődés, mindenféle hátsó szándék nélkül, csak így megcsörgettünk hallgatói felvetése, mert egyébként baromira kedveltünk meneteket, hogy mi van veled, mit csinálsz, te most mivel foglalkozol, tanítasz-e még, hol vagy? Megye még az internetes rádiót? Hát én nem hagytam a gyerekek, én már akkor hagytam abba, amikor már nem lehetett tanítani. Ez az egyik. Tehát akkor én nyugdíjas vagyok, gyerekek, 2 éve, állati hatalmas nyugdíjjal élvezem minden percét ennek a dolognak. Akkor ezek szerint be voltál jelentve a bocséknál, hogy most nyilván nagy nyugdíjat kapsz. Nem? Na jó, ha megnyugodtunk. Fizetett a Gábor. Na, és milyenek a nyugdíjas évek? Mert hogy azért az emberé látom, nekünk is van a családban egy-két ember, aki azért úgy az első egy-két éve nehezen találja azt meg, egy kicsit unatkozik, és úgy keresi a helyét. Neked ez sikerült egyből, hogy elfoglalt magad? Az igazság, hogyha ilyen dolgot csinálunk, mint mi, akkor egy csomó adósságod van az élettel szemben. Tehát akkor marad egy csomó olyan dolog, amit meg kell csinálnod, és semmire nincs az ég adta világon időm. Képzeld, fölkelek reggel, és úgy van vége a napnak, hogy fejjel ugrok az ágyba. Tehát iszonyatos, hogy mennyi dolgom van, amit kihagytam az életben, és amit meg kell tennem, mert persze nem bakancslista. Nóta TV, sok kereszt rejtvény. Még mindig a gyerekek. Én már évek óta nem zenélek senkinek, tehát csak magamnak. Rájöttem, hogy a zene mindenki, ez azt jelenti, hogy mindenki csinálja magának. Tehát így van, tehát gitárórám is van, felkelek. Például én életemben nem skáláztam, érted? Én csak nótákat írtam és gitároztam, mint a barom. Ja, adjak még föl nektek labdákat, hogy legyen poén. Nem, igen, szeretjük. Teljesen jó. Úgy adsz fel, hogy észre sem veszed. Figyelj, én... Kérde?
arra jöttem rá, hogy baromira szeretnék megtanulni zongorázni, és elhatároztam, hogy az egyik nagy előnye az lesz novemberben, ha esetleg nekünk nem lesz munkám. Halálosan komolyan mondom, erőgetek ki, hogy elmegyek és megtanulok zongorázni, mert nekem ez egy nagy álom. Zongoraórákat, az első lépés az, hogy vegyél zongorát, és majd ne lepődjél meg, mert a fekete billentyűk hangosabbak, mint a fehér. Ez tök jó, de nem, ezt komolyan mondom, értem, hogy miről beszélsz, hogy az ember korán kell, az egész napja meg van kicsit lőve, és felhalmoz egy csomó olyan dolgot, amivel kicsit visszaköltözik a saját életébe, amikor van arra ideje. Nem? Vagy amikor mondjuk az ember nyugdíjas lesz. Jól látod. De egyébként nem kell feszegetni ezt a nyugdíjas kifejezést, mert itt nem arról van szó, hogy nyugdíjas vagyok, az csak egy állapot, hanem hogy mindenre van időm. Az itt a frankó benne, érted? De hát akkor te szerencsés vagy. Mondom, én nagyon sok olyan embert látok, aki azért ugye hirtelen rátört időre, nem tud mit csinálni. Nem, tudom. Azok hülyék, hát kész egyébként. A hülye ember unatkozik, és a hülye ember nem találja fel magát. Ne, itt a legszebb évek, ne hülyeskedj már, én, de ez olyan, mint a gyermekkorom, hogy mondjuk a gyerek, azért emlékszem vissza szívesen, akkor unatkoztam a legtöbbet, érted? Tehát akkor nem tudtam felfogni, mennyire felelősségmentes az életem. És most ugyanezt érzem, érted? Hát így hűl el az ember, hogy tulajdonképpen semmi felelőssége nincs a világban szemben. Nekem november után az lesz az első dolga, hogy kicsomagolom a cellofánból azt a két fura fazon című CD-t, ami... Végre nem én kaptam egyet. Az nekem is épp akkor a gáz volt, mint nektek, baszki, mert nekem kellett rendezni, meg írni rá szöveget. Én akkor mit értem át, kisapám, azt ne tudd meg. De egyébként a Lajossal azóta kapcsolatban vagytok, nem? Hát csináltok ilyen kis... Hogy a fenében, hát csináljuk a Boros Voga izét, a Boros meg a Voga sót, ne hülyeskedj, már van két hallgatónk. Figyelj, ők lelkesek. De bírlak, ezek ilyen előre felvett kis hanganyagok, amiket aztán interneten tőletek meg lehet vásárolni, nem? Így van, igen. És egymástól vásároljuk, ja. Ez a kettő hallgató. És figyelj, egyszer a Boros eladta, képzeld el, és mondtok, te hülye vagy? Hetente keresünk rajta legalább 10 rupot is, te meg elvisz. Ez az üzletet másnak. És figyelj, nem akarsz rovatot? Már nem itt, hanem valahol már. Na, nehogy azt itt, hogy össze-vissza megijedtem, hogy még két hónapig valami. És a Gáborral abszolút megszakadt egyébként a dolog? Szakadt meg a Gáborral. Hogy szakadt volna meg? De érdekes módon ő szokott felhívni, hogy mi van velem, hogy jöjjünk össze. Tudod, ismered ezt a... Figyelj, ma össze kéne jönni. Ez az a fajta felvetés, amiből már az ember a kimondás pillanatában tudja, hogy valószínűleg semmi nem lesz. De elkismert nem valószínűleg, ha nem tudod, hogy nem kéne. Igen, tehát mikor kimondod vagy felvet az ötletet, már tudod, hogy valószínűleg nem fogtok összeérni. Jó, és én mindig belemegyek, persze. Csak egyet nem szabad mondani. Mikor? Mert akkor kínos helyzetben ott. Ha visszakérdezel, az nagy baj. És akkor te ott Fehérvár vagy? Fehérvár környéke még mindig? Igen, hát nem, az is sokat vagyok Pesten. Uh-huh. Felviszem a feleségemet fodrászhoz. Na, akkor egy napig el van legalább. Egy nap. És akkor ilyenkor programozol Pestem? Vagy visszamész a Sesszért? Persze, hogy nem. Lalival kiülünk a parkba, és autogramokat adunk a hajléktalanok. Ha akarnak, ha nem. Lali, hogy van egyébként? Jól van? Jól, persze. Hát haldoglik. Na, ez kiváló. Én rólatok azt tudom elképzelni, hogy te valójában megtalálod azt a fajta életet, ami arról szól, hogy mondjuk most nincs mikrofon. De a Lajosnak szerintem a mai napig még mindig olyan elvonási tünetei vannak, hogy morfiumozni kell, mert róla viszont nem tudom elképzelni. Valóban megtalálja úgy a helyét, hogy nincs, nem tud ő megszólalni, vagy nem tudja elmondani azt, amit szeretne. Éjjel-nappal dolgozik, éjjel-nappal ott ül az internet előtt, és de be is van kapcsolva a gépet? Te láttad? Vagy nem, csak... de, hogy is. Ahhoz, hogy bekapcsolja, fel kell hívnom telefonot, hogy kapcsolja be, mert különben nem tudunk Skype-olni. Kapcsolj be, az mondjuk, a kör egy kicsi vonallal ott a kör tetején. Nem irigy le a családját, mert a halál után egy konténert kell majd rendelni a hagyatékán. Rohasztak vagytok, édes Isten. Nem, tényleg, ezt most halál komolyan mondom, hogy tök őszintén. Na, és miről szólt? Miről szólt a legutóbbi Voga Boros show? Lajos Mese homokjáról? Ti se tudjátok, ne hülyeskedj már. Nem. De, na, hát én mikor az ismétlést hallgattam másnap reggel, mikor mentem, olyan jókat rögtem, nem is emlékszem semmire. És ez hogy van egyébként, összeültök valahol ketten, ezt ti felveszitek élő közönséggel, ezt rögzítitek, és aztán ez megy az internetre? Nem, kisapám, ez úgy van, ez marha jó.
Most akarom lenyúlni az ötletet, csak az. Na hát ez baromi bonyolult. A következő, Skype-on van a kontroll, és otthon mindenki felveszi a saját dumáját, érted? Tehát van előttem egy mikrofon, de Skype-on hallom a Lajost, meg ő is engem. És amikor fölvette ő is a saját dumáját, meg én is, az két sáv, ugye? És akkor elküldi az övét, és akkor én összeteregetem, átadjuk egy embernek, akit szeretünk, és aki megkeveri, és akkor utána zenét teszek, stb. Ja, és ez megy föl. Azt hittem, hogy valahol összeültök. Annyira nem bírják egymást. Franc fog ide rádióba bejárni, mint ti, hát az egy mekkora hülyeség. Tökre igazad van. Hát egyébként ez a jövő. Egyébként abszolút ez a jövő. Igen, már a digitális. Én azt hittem, hogy egyébként egymásra kell hallottok, hát én is sokszor elbeszéltetek egymásnál. Nem, a Lajos beszélt el mellettük egy csomószor az utolsó. Várjatok, ez azért is jó, hogy külön sávon van, mert akármilyen hülyeséget mondok, érted, utána én kicserélem az én részemet, és olyan Lajos meg tök hülye lesz benne. Kicsit feldiszkoltad. Hallottam, hogy itt mond a Lajos, kicsit feldiszkoltad, és már egy olyan megy adásra, gyönyörű. Hát ez nagyon jó. Na jól van, Vokci, nagyon örültünk neked, tényleg. Én is, meglepett. Nem szoktam fölvenni, képzeld a telefon, ilyen, hogy ilyet írt ki, hogy magántelefon, menj anyádba. És apám az Ildik azt mondja, vedd már föl, lehet, hogy elmarad az akasztás. De ez az akasztás, ez micsoda? Hát ez a, tudod, a súlyfürdő, ilyen medencébe lógatnak. És ja, ilyen súlyfürdő, ilyen nyakadat bekötik valahova, és akkor így lógatnak a medencébe. Édes, drága, jó édesanyám is jár. Járt oda, vagy jár oda, már nem tudom, hogy jár. Nem jó semmire, csak a csajok miatt megyek, tudod. Ja, hát meg azért ne felejtsük el, hogy a Bocsi mindig beszélt a sporttal, te megcsináltad. Igen. Örültünk neked, vigyázz magadra, tényleg jó volt hallani. Én is. Köszi, hogy felvetted, vigyázz magadra. Jó egészséget, szia. Csőkutya, köszi, ciao. Hello, ciao, ciao. Csőkutya. Te mindig így köszönt el, emlékeztek? Mai napig, most ő nem ért, hogy miért hívtuk föl, de hogy semmilyen szándékunk nem volt. Hát azért, akit mi fölhívunk, ott nyilván fölmerül egy kérdés, hogy valamit akarsz tőle. Fél óra múlva lehet, hogy meg is kérdezem, anya? Igen, felhívtuk a Morning Show-ba. Én most tényleg beszéltem? Nagyon helyes, imádnivaló ember. Na játszunk már is akkor a kérdés, mit mond Dóra, ha bárkit hiányoltok, vagy eltűnt, vagy nem tudjátok, mi van vele. Novemberig szolgálunk. Nem? Addig mindent lehet. A műsor, ez mindent lehet, amit szeretnétek. Ez a műsor abszolút rólatok. Szóval nyugodtan küldjétek el nekünk. Mi van Krisz Rudival például? Egyébként csináltánk novemberig egy ilyen eltűnt, mi van vele rovatot, és megpróbálunk. Mindent. Csináljuk meg. Visszatért egyébként Krisz Rudi, csak mondta. Igen, honnan? Akkor én láttam én. Is vagyok. Jó, akkor ezt meg is van. Jó. Keresünk valaki más. Honnan tehetsz? Hajóról. Hajózott. Tényleg zongorázod. Hát is, meg énekelt is, és volt és valami eltűnt, ügye, akkor ott elkelt. Tehát a hajóról is eltűnt valami. Eltűnt, és visszaúszott, hazaúszott, és most ismét igen, itt van a paletta. Kiderült, a hajóról eltűntek pénztárcák, fúkszok, kékszerek, aztán és úgy is. És egy pianino. Ezt neked adja. Látták, hogy a mentőcsónakban viszi ki a Stanway zongorát, evesz ki vele. Szóval, hogy ő hazajött hajóról, és most... És akkor itthon van, és újraépíti a pop karrierjét. A reszkes piac. Lehet, hogy holnap rácsörgünk, hogy mi van Krisz Rudival. Na játsszuk a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mit mondok visszafelé. Vásigyellán, mert? Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, Kata vagyok Budapestről. Hello, szia. Kata. Na, mi újság van? Hogy telt a hétvégéd? Milyen a hétfő reggeled? Hát a hétfő reggelem az elég bosszús, de hétvégem az jó volt. Hát... Beszélgess velünk kicsit. Na, hát ha fel tudunk virítani. Valamit most már főleg, hogy föl is vetetted, hogy bosszús, hát miért bosszús? Hát nem tudok most dolgozni, vérnyomás problémám van. Ó, szegény. Magas, alacsony? Magas. Magas. Uh-huh. Az alacsony könnyű segíteni, az ember iszik egy kávét, nem? Mondjuk a tartósan alacsony nem túl szeretős. Hát ha nagyon magas, akkor meg nem iszik, akkor nem megy le. Na. És szeretsz valami gyógyszert? Hát szedek, de igazán nehezen akar lemenni. Nehezen akarom. És mit dolgozol egyébként, Kata? Mit csinálsz? Betanított munkás vagyok. Betanított munkásként dolgozol? Mit kell csinálnod? Hát ilyen naptárokat, spirálozni, dossziét hajtogatni, ilyenek. Uh-huh. És akkor most otthon is vagy, tehát nem is tudtál bemenni? Vagy azért bent nem, vagy? Nem enged az orvos. Ugye nem enged az orvos. És mióta tart ez a kis kényszer szünet? Hát csütörtökön. Uh-huh. Csütörtökön. Kezdődött. Na, hát jobbulás neked. Hát ha. Jó, mi játszunk egyet, és akkor most nem mondom, hogy ettől meggyógyulsz, nyilván naivitás lenne, de talán egy picit. De örülök, hogy játszhatok veletek. Tényleg? Igen. Na látod, hát akkor már ennyivel.
hozzájárultunk ahhoz, hogy kicsit jobb kedved legyen. Sőt, mondok neked valamit, Kata. Igen. Bármiből választhatsz, mert hétfő van. Vagyis állat, város, ezt nem ismerem. Azt nem, híres ember, csak hírek. Szólásmondás és tárgyunk is van. Tehát igazából teljes a paletta, látod? Hát szeretem az állatokat, úgyhogy maradjunk az állatnál. Igen? Nem akarsz egy híres embert? Hát inkább nagyon az jó, állatok. Híres ember. Állat, nem nehéz, nem nehéz. Tényleg nem nehéz. Mehetünk? Igen. Na figyelj, akkor indítjuk az órát. Elindult, figyelj, így szó. Sasi tér. Ó, hát ez... Réti Sasi. Ez az, te gyors vagy, te ügyes, te jó, egyből. De jó vagy. Réti Sas. Igen. A Sasa végén egy picit megbonyolította, de... Igen. Egy gondoltuk, egy kicsit nehezítünk a végére. Na, hogy állunk, kedvileg? Picit örülünk. Na. Örülök. Örülsz? Na, jó. Tényleg, igen. Na, látod? Hát ilyen könnyű nálunk nyerni. Tudunk még valamit tenni, hogy jobb kedved legyen? Bármit, mondj valamit. Ó, hát kérni. Minden nap hallom a hangotokat, úgyhogy nekem ez pont elég. Így lesz ez még egy ideig. Hát aztán már azért, hogy továbbra. Aztán azért keressetek B opciót. Nem akarsz hármas ugrást is játszani? Ma csak veled játszunk akkor. Mi lenne, ha csak veled játszanánk? Hm? Hát én örülnék neki, de nem merem. Na, ne viccelj. Milyen játékunk van még? Hármas ugrás. Már csak egy hármas ugrásunk van. De a fekete fejret is újra játszhatjuk vele. Mit szólsz, ha játszunk veled fél tízkor még egy hármas ugrást? Hm? Nem merem. Mit nem mersz? Mit? Félek, hogy elbukom. Ne, majd olyan kérdéseket hívunk, hogy nem fogadom. De hát egyet nyertél, ha egyet még elbuksz, akkor is legalább még egyszer adásban, vagy beszélgetünk. Ezt kevés embernek ajánljuk fel. Írok egy új kérdéssort. Addig. Na, mit szólsz? Fél tízkor, Tali? Jó. Naphallgatója? Fél tízkor? Megbeszélünk egy virtuális Talit? Hm? Ott leszel? Nyugati nálad az óra alatt? Meghallgatom, vagyis hogy figyelek rátok, de... De lehet, hogy te lehet a naphallgatója. Figyelj, csináljuk azt, hogy átküldök neked egy vicces SMS-t, és te átküldöd a saját számodról. És aztán megtaláljuk. Diktáld be neki most. Na mit szólsz? Fél tízkor egy hármas ugrás. Látod, már nevettél kettőt, már jobb kedved van. Na mi ezért csináljuk ezt a műsort. Fél tízkor egy hármas ugrás? Apa, megpróbáljuk. Ja, ha apa is ott van. Na, apa is megkapja ezt a lehetőséget, jó? Na. Akkor megpróbáljuk. Na, akkor vegyétek fel a telefont fél tízkor, jó? Jó, rendben. Oké. Köszönöm. Addig nézzétek át az elmúlt 4000 legyen őr is millió most, nem tudom. Miben vagy otthonos? Milyen kérdéskörben? Mi az, amit nagyon tudsz? Na, tényleg mondj egyet. Sport, vagy művészet, film, zene. Az első kérdés témakörét megválaszthatod, tessék. Az az igazság, hogy amiben én jártas vagyok, hogy inkább a magyar színművészek. Jó. Ki mit reklámoz? Mit reklámozott legutoljára Egerszegi Krisztina, tessék? Aha. Vagy Egerszegi Károly. Tényleg kimondjam a márkát? Nem, csak magát az, hogy egy Egerszegi Epidemia egy pezsgő tablettát, nem emlékeztek? Azt most hirtelen nem tudom, de a gesztesi tudom. Szerintem megvan az első. Első kérdéssel meg vagyunk. Jó, de majd fél tízkor. Fél tízkor visszajövünk kettő darab kérdéssel, jó? Jó, rendben. Oké? Okay? Okay. Jó. És majd gondold át, hogy mit üzensz a férjednek majd Csabinál, mert küldhetsz egy dalt is. Hát a férjemnek azt üzenem, hogy köszönöm, hogy anyává tett, és nagyon szeretem. Na látod, már akkor ez is megvan. Délután a pirosnál pedig még akkor intézzük valamit. Fél tízkor jövünk, nagyon vegy föl. Aranyosabb vagytok. Most írta valaki, hogy ő is köszöni a férjednek. Puszi, vedd föl fél tízkor. Oké. Ciao, ciao. Hello. Na, már nevetettem. Lejjebb vagyunk. Már megnevetettük. 8 óra van pontosan. Persze nem hívjuk vissza. Viccet, hogy hívnánk? Már 3 embernek megígértem a játékot. 8 óra van pontosan. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Szegény Timinyet sajnálom. Kiesett. Babos Timi. Még a ütőjét is eldobta. Igen, ráadásul valaki rá is lőtt. Ja, ez már egy másik közvetítés, jó van.
Megijedtem. Ezt nem is értem, komolyan mondom. Sportrészet az életedet, pisztolyjal a kezedbe, álljál mozdulat. Ugye? Beletalálj egy céltáblába, le a kalappal az összes sportlövő előtt. Erre hogy edzel? Hát, hogy sokat ülsz. Uh-huh. Ennyi? Igen. Ez a titka. De mi? Izmosítása? Az úszása például a sok vízben. Teniszre nagyon hasznos a teniszütőt fogsz, és pattintják a labdát. Sosem. Van. Uh-huh. Lövéssel, szerintem sok lövéssel. Igen? Az lehet? Tehát így jöttel nem vagyok meg, mint a katonaságnál, mi? Nem. Nagyon sokat kell lőni. Egy mélyre mászni például a magasugróknak, hát... Nem jó. Nem feltétlenül jó. Nem feltétlenül jó. Na, mi a helyzet az M3-oson? Tudni szeretném, valaki küldje el nekünk, mert van két balesetünk is, és többen kérdezik tőlünk, hogy segítsünk, lehet-e már menni az M3-oson, de nem tudom. Csak akkor tudom, ha küldtök friss híreket, és azt én gyorsan be tudom olvasni, egy kicsi kis puha, őszi barackra hasonlító kis ajkaimmal, hogy bársonyos hangokban... Én ebből már nem vennék. Ez biztos pult alól van. Én öregkeszesből kérek, köszönöm. Igen. Általában 15 km a kocsisról. A kisbagi pihenőhelynél van egy baleset Pest felé, de tényleg percre pontosan friss, meleg információt szeretnénk tudni az arról, érett hogy... nektarin szájacskáddal. Be tudja mondani, hogy... Az a nektarin kicsit elgurult. Hogy mi a csecsem van most az M3-ason. Jól küldjetek el nekünk, de tényleg legyetek oly kedvesek. Drága hallgató, segítsetek egy kicsit azoknak, akik úton vannak. M7-esen Siófok felé a 94-es kilométer könnél az úton betontörmelék, kamion neki ment kicsit a falnak. Most a leálló sávban áll, szép napot, ezt Vuk küldte nekünk. M3-ason Budapest felé a 42-es kilométernél van már állítólag a sor vége, és 5-6 kilométeres a sor, ami ráadásul arra szól. Nagyon jó volt ez a Vuk telefonbeszélgetés, imádtam, írja egy hallgató. Gyerekek, majd fog fullani. Nem, hát a barack héja. Annyi számítanak rád. Visszajött a tök ma. Ebből a tortából, hát ez komolyan mondom, hogy lett. El sem mentem. Ilyetet, ez a tök majd mindig itt van. Többenet. Elképesztő, hogy bármit csinálunk, mindig visszajön. Két autó a szalagkorláton az M3-ason, a Budapesti, a 37-es körnél, és több mint 10 kilométeres a dugó. Viszont jó ír azoknak, akik a dugóban állnak és bennünket hallgatnak, hogy a 17-es körnél már nincs semmi gond. Két baleset volt, de a kettőből egy lett. És nem azért, mert összeért a sor, hanem mert eltűnt a 17-es kilométernél a guzmi. Nagyon jó. A kicsoda? A guzmi. Vagy gizmo. Gizmo. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy jó hír a dugóban állóknak, hogy egyébként az ülőjétű felüljáron folyamatos a forgalom. Hát egy nagyon jó hír, hogy Pécset kiválóan lehet haladni, és egyébként süt a nap is. Figyelj, ez a vogás telefon szerintem tök jó, akár máskor is rátelefonálhatunk, vagy tényleg rátelefonálhatunk olyanokkal, és akkor csináljunk már egy ilyen rovatot egészen novemberig, vagy addig, amíg a jóisten hová engedi tűnt? Nekünk. Igen, hová tűnt? Hogy meg egyáltalán, hogy mi van vele. Mi van vele? Hát akkor olyanokat hívjuk fel, akiről nem tudjuk, nem? Igen. Tehát értelemszerűen, akik tényleg eltűntek. Én így gondoltam. Nem? Én pontosan így gondoltam. Pontosan így gondoltam, te is? Kapukat döngetsz. Döbbenetes vagy egyébként. Úgy érzem, kinevettétek ezt a zongorázást. Én úgy érzem, hogy ez nektek nem nincs meg a kép, érted, ahogy te ott ülsz a nagy zongi előtt, vagy a kicsi, be van a falatokra rátolva a pianino, fölnyitva a teteje, és te ott ne gondold, Richard. Én már annyira várom, ahogy lássalak. És még, ha szerencsénk van, beelőzhetjük a Havasit. Így van, egy november végi arénával. Havasi előtt fellépni? Hát figyelj, rockzenekar előtt rockzenekar lép fel, zongorista előtt zongorista. Nem lehetetlen. Hát novembertől decemberig nem tudok megtanulni. Mi lesz az első tétel? Szeretném megtanulni zongorázni. Na de melyiket? Mi? Egy konkrét tételt, vagy pedig csak úgy, hogy felnyitod, meg lecsukod? Hát nem, hát amit a zongoratanár mond. Hát nyilván nem először nem tételeket tanulsz egyből, hanem szépen folyamatosan megtanulsz. Tényleg? Hát megtanulod a törzshangsort, meg a mit tudom én mit, és a gitárra szépen. Csak kinyílt a Wikipedia. De honnan jött az ötlet? Fogadjuk, hogy valamelyik kis tehetség. Rohadjál te meg. De most nem az volt, hogy papa, hogy mama betolták a... Lányos kevülje, utasd meg neked, mit tanítanul neked, nem is bántottunk sokat érte. Igen, Józsi, a lemegődő szóval, hogy úgy elverlek, hogy hazudják hazarod magad. Gondoljál a sok labdázásra, amit lehet. Ebben a műsorban nincsenek kierőszakolt tehetségek. Ez tök egyértelmű, mindegyik gyerek nyilván napi 12 órákat zongorázni, és nem labdázni soha. Tehetséges az anyukája. Elmondom neked, hogy ebben a műsorban senki nem zongorázik tehere. Hanem ha...
Hanem ha mihe? Mi? Nem, ez nem olyan műsor. Ja, de nem, most nem a műsorról beszéljünk, hanem róla nem beszéljünk. Nem tudom, régi vágyam, hogy megtanuljak zongorázni. Mit tudom én? Hát nem tudom. Hát hogy jönnek ezek a vágyak? Hát, hogy elindulsz és követed az álmaidat. Egy gánszám miatt. Hát abban nincs, hát a sok zongora van, de van egy-két szám, de azért sok zongora ott hát így, azon gitározik hát, a Slash, akkor így, ezért van. Hát szóval is látszik, hogy ő sem nagyon tud zongorázni, egy kis kalapács ujjaival üti ott a zongora. Hát megtanulta ezt az egyet, hogy előtt tudja. Többször mutatják szemből, mint oldalról. Szóval nem tudom, hát ezeket honnan jönnek? Hát mi ezeket nem lehet megválaszolni, hát ezek az élet nagy kérdései, hogy van egy ihleted, vagy valami érdekel, hát most mit mér, aki érméket gyűjt, meg tudod mondani, aki numizmatikus, honnan jött, hogy gyűjtsél érméket? Erre nem lehet válaszolni, hogy honnan jött, ez a legmélyebb kérdés. Egy szép régi felvételt Fischer Anniról, vagy én nem tudom, és akkor így megérintett a szívedet. Nem volt semmilyen, csak így van egy ilyen vágy bennem, hogy így még valami olyat tanuljak, amit eddig nem tudom. Fogadjuk, hogy a Bösendorfert már megvetted. Nem, az olcsó szemvédret, az a legdrágább. Három szemvéd. Egy más tetejére. Egy feketét, egy fíros, és egy rumintőse. Ja, hogy minden emeleten legyen. De hát a földszint nem fog gyakorolni. Azt tudod, hogy még belós azért lemenni, érted? A földsebetről leérted. Hát minden emeleten legyen egy zongora. De nem vettem. De ez nem olyan, hogy ezt már később elkezdeni tanulni ennyi. Na hát ezzel a kispolgári gondolkodással van a baj. Tehát ezzel a fajta begyöpösödött, kispolgári, csökevényes gondolkodással van a baj. Hát, hogy az ember eléri a 39. életévét, és azt mondja, hogy ehhez én már túl öreg vagyok. Miért? Ne, én nem zongora versenyeket akarok indulni. Jó, de te tudod nagyon jó, hogy nekünk proliknak kell az idő a kertársásra, meg a sorvállásra, meg az üveg visszaváltásra. Ez a baj. Ez a baj, hogy többet tőletek, ez túl sok időt elvisz. Van elég dolgunk a ház körül. Mássalásatja, látod. Álljál az üveg visszaváltó előtt. Tehát, hogy vendéglátózás. De nem hallottál még erről? Nézd meg a rakoncai imit. Hát neki is összejött. És milyen jól összejött, érted? A nézését meg a járását, hát mit csinál? Hát nem lehet bejutni egy rakoncai koncertre. Hát már most megérkezik a konkurencia. Ez zenélt korábban is. Mondjuk te is le tudod nyomni az Enter Sandmannek a riffjét. Mit zenélt a rakoncai? Megtanult zongorázni. Hát a VIP-ben volt, gitározott három akkorda egyébként. Na jó, de hát csak volt valami kis affinitása neki is. Vagy csak az évet ebbe a tesója, mert hogy többen legyenek, fél tegyenek. Viktor ő kiváló, hát ő kiváló. Nem igazolt el a BBSC. Viktor ő valódi talentum. De egyébként az Imi is, nézd meg, hát tök ügyesen fölépítette ezt a zongorista karriert. Akkor ebben hiszel? Igen, de nem akarok. Nem tudom, csak zene ilyen. Vagy éneklés lesz meg. nem akarok énekelni. De miért neked nincs olyan, amit még meg akarsz tanulni? 48 évesen? De a kézzelállás, de az még elkövetkezendő 20 évre meg is van a projektbe. Hát, én ennél egy kicsit nagyra vágyóbb álmokat merek megélni. Megtanulni zongorázni. Hát kinek mi a fogok én úgy kézzelállni, hogy te zongorázni? 46 évesen suta vagy, és nem tudsz kézzelállni, ez 6 évesen már tudtam kézzelállni, érted? Én egy kicsit nagy ívűbb gondolkodásra van itt szükség. Hát most érted, kézzelállni. Tehát egyszer kikezelik a lúttal pólat. Miért nem ezt mondod, hogy ilyen álmai vannak, hogy legyen egy jó lúttal betéted? Nem tudják. Érted, én vagyok a kis társ. Nem, egy csomó mindent szeretnék. De ezek jó, figyelj, én is sokáig gondolkodtam rajta, hogy tök jó lenne megtanulni valamilyen szinten legalább gitározni, vagy dobolni, de olyan szinten nincsen érzékem hozzá. Én a született rajongó vagyok. Én imádom a zenét, hallgatni tényleg az életemet. El sem tudnám kézzelni, de hogy semmiféle affinitásom nincsen, semmilyen. De sok gyakorlással a börtönablakáig eljutsz. De az meg kit érnek. Érted? Tehát az meg nem nívó. De nincs olyan nívó, ami jól esik, azt kell csinálni. Aha. Leülsz és pötyöksz kettőt, és azt téged boldoggá tesz, hát akkor azt kell csinálni. Gyorsan magányossá válik az ember. Hát az más kérdés, egy füldugót kell a rokonoknak használni. Az a baj, hogy itt nálatok nincs meg ez a fajta szellemi erőtér, hogy én erről tudjak beszélni. Aha. Tehát, hogy... Igen, mi már lenyugodtunk, ja. Na, mondja a félfutó, fél divat maratonista, aki már újra itt bakzik kint, megyek ki péntek, és de jó. Nem így szól. Ez utolsó stádium, most tüdőbeteg ott ült kint. Nem, aztán nem volt hozzá. A hang azt valaki mástól hallottam. Hát ide, még a kocsiba is hallottam. Elkísért egész hétvégére. Úgyhogy te csak hallgassál nekem a izéről, itt a kapuzárásra. De én csinálom tovább. Hát most a dohányzást. Mit? Szerinted? Na de most mi van a futással? Azt is. És a dohányzás mellett futsz, vagy a futás mellett dohányzol? Nem, amikor például dohányzom, meg akkor sose futok. Megkergeti a vízibiciklis kölcsönzőknek, nem fizettek ki a 2x egy órát, az 1000 forintot. Az én cigibom! Igen. Rohadjál meg, hozz vissza a színfimet! Majd hozzuk tőnök! És most mennyi? Most mi? Hát most mennyiket futsz, hogy dohányzol? Ugyanannyikat, mint eddig.
csak lassabban, visszafogottabban. Igen, csak most kell, átlagban. Igen, nem kell annyira sietni vele. De ugyanúgy én ezt csinálom, hát azért, mert ez visszaállt, az megmaradt az is. Ez attól, mert az ember dohányzik, még lehet futni. Hát persze, nincsenek összefüggések. Csak lassabban és kevesebben. Igen. Sokkal ritkábban, sokkal lassabban. Vagy a végén. Igen. Sokkal többet hányom. Amíg nem dohányoztam, addig boldogabb voltam, hogy befejeztem. Most nem annyira. Na de akkor mi a cél? Hogy tartsd a súlyod? Az, aha, igen. Meg hát, ha már így rászoktunk, most minek engedjük el még egy plusz dolog. Majd elengeded jövőre. Persze, nem lehet ez olyan sokáig. Ez az év, hogy már fusson már legyen. Legalább egy évet megyünk. Na, ott megnézze, elbocsánat, csak fölmentem közben a Zene Akadémiának a honlapjára, hogy megnézem, hogy van egy nyílt nap, hogy egy olyan, tényleg egy olyan szellemi térbe kerülhessél, ahol sokat tudsz beszélgetni hasonló ívású emberekkel. Kell ez a szellemi erőt. Egyelőre nem látom, viszont van, tehát mint rájuk csöröghetnénk egyébként, hogy vannak ilyen beszélgetős, mert van központi telefonszám, szerintem érdemes lenne megkérdezni, hogy van-e ott erre lehetőség, hogy időnként bemenjél beszélgetni emberekkel. De nézd, én nem pszichológust keresek. Nem arról van szó, hogy magányos vagyok, én keresek egy jó zongoratanárt. Annál inkább egy jó zongoratanárt keresek. Jó, egy nagyon jó zongoratanárt. De így is, természetesen úgy is nagyon jó. Én természetesen egy cirikon, mindegy, csak nagyon jó zongoratanárt. Nem úgy értem, ő tehetséges legyen zongorában. Ja, igen. De elfogadod valakitől te még a kritikát? Ilyen téren? Tehát, hogy azt mondják, hogy nem... Nem kritizálni kell, nem, tanítani. Nem az a billentyű, egyel mellette. De, az! Mondom ez! Az van, ez is kész! Ne az Isten fizeti! Ne a fejedet a fegedét, mondom ezt! Nem, persze, miért megmondja, a tehetségtelen vagyok, arra gondolsz? Hát, akkor mi van? Megkérem, hogy mondja meg. És úgy megyek oda, hogy mondja meg. Azt tudod, hogy itt... De ne előre, tehát ez hallgassa meg. Hallgassa meg. Adjó házi feladatot, azt megtanulom, jó, persze. Jó, és akkor otthon gyakorolsz. Hát, én itt akarom mondani, hogy tudod, hogy ide kottát olvasni is kell tudni. Tehát, hogy a... Minek? Megtanulok. Ő kifejező lesz. De az első lesz. Körül még azért fölírattatod, hogy fekete. De modern! Új, de modern! De előremutató! Tesó, jöztem még a műpába a koncerten. Az első leszek, aki egyet veszek. Ebben biztos lehet. És az utolsó. Igen, ez is igaz. Nem baj, egy-egy már elment. Jó, várjuk a mémeket. Nyugodtan. Csak mondom. Lehet készíteni mémeket. Balázs Kleiderman. Na, hallottátok arról az ingolstadti fiúról, aki ellopott egy forgalomból kivont buszt a javító műhelyben? Szenzációs. Ingolstadti fiú. Ingolstadtban történt. Elmondom, mi történt ezzel a fiúval. Beszállt, besétált egyébként a javító műhelybe, felszállt a buszra, leült a sofőr székébe és elhajtott. Észak felé indult a busz szokásos vonalán, a megállókban megállt és felvette az utasokat. Szállította őket egyébként, a rendőrök megállították egy idő után, három utas tartózkodott az utastérben, azt mondták a rendőröknek, hogy ugyan meglepődtek, milyen fiatal a buszvezető, de látták, hogy ez komoly problémát neki nem okoz, ezért felszálltak mögé, a fiú pedig elvitte a busz szokásos útvonalán az utasokat, kihallgatták a srácot, aki elmondta a rendőröknek, hogy hatalmas buszrajongó volt, ezért tudta, hogy kell vezetni a buszt, tudta, hogy melyik gombra nyílik az ajtó, hogy kell csengetni, és nagyon szívesen vitte az utasokat. Vagy azért nem csak nálunk történnek csodák. Nem? Hány éves a gyerek? Hát ilyen 14-15 éves körülbelül. Besétálsz így egy helyi kis ilyen buszüzembe, ahol ezeket javítják, elkötsz egy buszt, és utána elviszed. Mész fel egy kört. És megtanult a YouTube-ról, vagy hogy? Hát most tudom, hogy ez hogy megy. Hogy te besétálsz és elviszel egy buszt. Mondjuk, mi kipróbáltuk a trollibuszt, az nem volt olyan nagyon-nagyon bonyolult, tehát hogyha valakinek van egy kis affinitása... Jó, de azért nem segítenek, akkor te se viszed el egy körre. Hát, szerintem. Illetve elviszek más. Igen, az oszlopot valószínűleg mellette, igen, mi van. Tehát kell hozzá egy kis rutin, mert azért mondjuk évek előtt nálunk is kötöttek már el T-34-est, tehát hogy... Jó, de ott volt rutin, ott meg volt rutin, idősebb, igen, ember, ez egy 10 éves fiú, így van. Tehát már, hogy mész be a telepre, beköszönöm, jó napot, Sanyi bácsi, jöttem. Jó napot, Sanyi bácsi. Apához jöttem. Tehát, hogy ott kell valami false story. De hogy engedik felszállni? Hogy út elő a buszik? Hát azért azt... Hát megnyomt elől, gondolom, a kis rejtett gombot. És hogy indítod benne, mert ez egy kulcs csak kell hozzá, és az benne hagyják a gyártelepen belül.
Hákucsa. Nyilván ez kireszelte a fogakat. Nem volt nektek egy gyerekkorotokban, hogy de jó lenne valamit ellopni, meglovasítani? Minden gyermek átmegy ezen. Minden gyerek átmegy ezen, amikor olyan, amikor bogarat ölsz, tudod, rájössz, hogy hatalmad van. Nem ugyanolyan. De kicsit szerintem ez erről szól. Tehát a pszichológiája ugyanez, hogy rájössz, hogy te el tud dönteni, hogy azt nem kell megvenni, el is tudod lopni. Tehát kvázi valami felett hatalmad gyakorolsz. Elloptál egy villamost? Nem, hát el akartam lopni, mindig el akartam lopni egy villamost. Igen, persze. Meddig jutott? Mert úgy nézett ki, hogy ugye régen ezek a régi villamosok, amik mondjuk az 50-esnek a vonalán is jártak, ezek úgy néztek ki, hogy állandóan soha nem volt becsukva normálisan az ajtók, állandóan mindig így lifektek. Volt, amikor egy nagyobb fékezéseknek ki is nyíltak. És akkor elől úgy nézett ki, hogy volt bent egy cég, ami mindig előre volt döntve így a pultra, és egy ilyen kis tekerős kar volt, amin csak az irányt mutatta egy nyíl, és annyi volt az egész, hogy akkor így beültél, és mindig az volt a kényszerképzetem, hogy nekem be kell oda ülnöm, és akkor el kell mennem a határútról a Békére. Sőt, a Nagyváratérre, mert akkor még odáig járt az 50-es villamos, a Nagyváratértől egészen a Békére, mekkora lenne, beülnék, és akkor megtekerném a kart, senki nem állíthatna meg. Talán csak a sorompó az alsó ágyban. És soha nem sikerült szárba szökkenteni? Odáig se, hogy beüljél? Vagy hogy fel? Nem, a beülés az megvolt. Igen? Az megvolt. Maszturbáltál egyet? Persze. Rögtön. Oda mehettem a kult. De jó, hogy nem az Audi gyárba ment be, nem? Hát így, ott van az is egyébként. Tehát most bement volna. Jó, A8-as. Jó, elköt egy A8-as. Drága hallgatók, tessék nekünk vallani. Tessék nekünk vallani. Mit loptatok el fiatal korotokban? Jó? Ugye elindul egyfajta ilyen törzsfejlődés a szagos radírral egyébként, amit ugye elloptál akkor az Apisból. De hát azért utána nyilván... a matchbox. Tessék? Matchbox. Igen, utána a matchbox lopás, amit szintén ugye, illetve hát az édességpultnál az izzadságszagú szőrös hónaljú árufeltöltő néni kijátszása, igen, hogy lopjál el egy bohót szeletet, vagy egy kapucinert. Ugye emlékeztek el? Hát ezek szintén. Azért ezek szintén bohót szelet, vagy kapuciner. Hát ezek mind saját élmények. Vadász lottó. Melba kocka. A legnagyobb. A párizsi kocka. Óriásiak voltak. Írjátok meg nekünk, jó? Mindenki lopott. Ki az, aki nem lopott sportszeletet? Tegye fel a kezét. Én kapuciner és bohócban utaztam. Akkor én is leteszem. Mi volt életetek legnagyobb? Legnagyobb műve, jó? Gyermekként természetesen. Tehát most... Tehát 14 fölött, igen, vagy 18 fölött nem ér. Broker aki érintve voltam. Igen, Broker Marcsik e-mailjen. Tehát most apró kicsi kis tiklikre gondolunk természetesen, nem arra, hogy a Balatonon föltörtünk két A8-ast a Józsival. Aki volt érintve egy laptop, két mobiltelefon. Három Q7-es, meg 4X6-ost elvittünk a Balatonon, ahogy nagyon jó szezonunk volt. Aki érintve volt a privatizáció a legnagyobb üzleteiben, az ne írja. Igen, kiméljenek. Apró kicsi tiklikre vagyunk kíváncsiak. Amikor először gyerekként felismertétek azt a pillanatot, hogy minek megvenni, hiszen el is lehet lopni. Ugye? Ez sajnos ezen az ember átmegy, vagy hát a legtöbbünk átmegy, szánod, bánod, rájössz, csúnya dolgot csináltál, furdol a lelkiismeret, visszaviszed, kifizeted, nem csinálsz többet. Ugye ennek ez a menete, vagy rajta kapnak, megszégyenülsz, és a büdös életben nem mered többet megtenni. Úgyhogy ezt írjátok meg nekünk, jó? Amikor hatalomra ébredt bennetetek a Skynet, és azt mondta, hogy ne vedd meg, kisgazdám, hanem lopd el. Mi volt az? Küldjetek el SMS-ben. Jó, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:09 lesz pontosan, 4 perc múlva állom mindenkinek. Jó reggelt, arról beszélgettünk, hogy 11 éves kisfiú lopott el egy forgalomból kivont buszt Németországban. Besétált, felszállt a buszra, leült a sofőr székébe és elhajtott. Elvette az utasokat, jó úton ment, jó felé ment, tudta az útvonalat, és akkor a rendőrök megállították, azt mondta nekik, hogy ő nagyon nagy buszrajongó. De a legszebb, hogy és... az utasok érted, ne, tehát hogy senkinek nem tűnt fel, hogy egy 11 éves gyerek vezeti a busz, vagy ére? Igen, nyilatkoztak érett? Az utasok, hogy kicsit fiatal volt nekik a sofőr, de mivel tényleg annyira jól csinált mindent, így nem nagyon gyanakodtak. Itt van egy hallgatónk, aki egyébként Németországban élként, halló, jó reggelt! Aki egy ténylegesen egy buszrajongó srác, és... István, várjál, hello, adásban vagy már nálunk. Hello. Ciao. Hello. Szerintem te még lehet az Annához beszéltél, hello. Igen. Hello, te Németországban élsz kint? Így van, igen, konkrétan Ingolstadtban. Ó, hát akkor tudsz, és mit írtak a pluszban valamit a történetről, amit mi nem mondtunk el? Ugye annyi, hogy a busz az nyilvánvalóan nem egy zárt területen volt, tehát nem kellett bemászni a srácnak sehova, hanem ő még korábban talált egy kulcsot, és ez konkrétan ennek a busznak a kulcsa volt, és ezzel tudta ő annak idején elindítani a buszt. Most a srác az ott a főpályaudvar környékén szokott lófrálni, elég valószínű, hogy arról a srácról van szó, akit én szoktam is ott látni,
és állandóan a buszokat figyelgeti, hogy buszfetisiszta, igen. Tehát ténylegesen egy buszrajongó srác. De mi az, hogy talált egy kulcsot? Ezt nem értem. Tehát, hogy hol talál az egyet? Találsz egy kulcsot, belepróbálod az összes buszba, majd az egyiket csak elindítja. Pont, hát ezért ez egy elég valószínűleg hangzik. Ez volt a hivatalos info. A srác lehet, hogy ez, vagy lehet, hogy csak bekamúzta, hogy találta a kulcsot, én nem tudom. De az a profiknak fel kell, hogy tűnjön, nem? Tudod, tehát oda megy, és nyilván nem kézretétele indítja el a saját buszát, hanem hello, hol van? Ja, hát a busz az valahol félre volt állítva. Mert szerelték, hát igen. Tehát kijött, mert kijött a szervízből, egy eladásra felkészítették, és ott állt valahol, ahol a srác megtalálta. És feküdt benne, amikor elment a busz alatta valaki olajos képpel, meg egy villás kulcsa. Egy olajos kertészgatjában. Te mit csinálsz kint István egyébként? Én dolgozom. Azt gondoltam. Az Audinál. Tehát te ott van. Igen, azért mondtuk, hogy még ilyen jó, hogy nem az Audi gyárba ment be, és kötött el egy új kulhatest. Nem kellett neki bemenni. Igen. A négy karikás, mint az Olimpia. Így van. Olimpia minusz egy. Köszi, ciao, szia, hello, ciao, köszönjük, hello. Szia. Igen, arról beszélgetünk, hogy ki mit lopott már el gyermekkorában. Ami nem szép dolog, de gyermekként így megbocsátható. Nem? Félsz attól, hogy megbüntet a zenemát? Hát nem azért, nem mondom, mire? Régi emlékeim eljöttek. Annyira magasra tették a lécet most, igen, ezzel a legutóbbi sztorival, hogy ezen azért nehéz átugrani. Ez kellene egy bubka. Igen, szóval ugye arról beszélgetünk, hogy tényleg, de apró dolgokra, szóval most nem arra gondolunk, amikor valaki tényleg elköltött egy BMW-t a siófoki aranyparton, hanem amikor őrült lelkiismeret furdalással mentél haza úgy, hogy életed első lopásán voltál túl, hogy meg sem merted enni, nem ismerted használni, azon gondolkozhat, hogy hogy vihetnél vissza, és hát nem mertél hozzányúlni az ellopott tárgyhoz. Annyira furdalt a lelkiismeret, mintha megöltél volna valakit, igen, nem? Azon anyám gondolkozott, hogy visszük vissza egyébként. Én azt nem. A birkát. Ne, az volt nekünk otthon, minek lopjál olyat, ami neked is van. Azt nagyon öreg szamarad. A birkát. Igen, Feri, most minek kellett ez a birka, Feri? Én már valamit sem rohadt hangos, aludni se lehet tőle. Mennyi szomszéd tudja, hogy nálunk van Lajos. Én apám kocsiját loptam el 14 évesen, két utcát haladtam, mert zsákutcába hajtottam, nem tudtam, hol a lükvert. Egy bácsi vitte haza a kocsit, írta nekünk egy hallgató. 10 évesen elhatároztam, hogy a szomszéd bácsi lovát hazaviszem, mert amikor átmentem, akkor mindig megsimogattam, és lefeküdt magától, hogy fel tudjak rá ülni. Egyszer, amikor nem voltak ott a Laci bácsiék, átmentem és kikötöttem Csillagot, és hazavittem a mi istálunkba a Csillag. De még a lovat is ráadásul Csillagnak hívják, tudod, teljesen. És lefeküdt, hogy fel tudjál ülni rá? Ne, vagy mindig annyira megijedt, mikor meglátta, hogy lefeküdt. És akkor ezt így értékelte a hallgató. Kiskoromban egy családi nagybevásárlás során leemeltem a polcról egy rágót a szüleim tudta nélkül. Otthon olyan bűntudatom volt, hogy az egészet egyben befaltam. Úgy néztem ki, mint egy rossz hörcsök. Tamás küldte nekünk. Én egyszer elloptam az óvónéném tollát, emiatt az egész csoport nem mehetett ki az udvarra délután. Annyira furdalt a lelkiismeret, hogy bevallottam, én vettem el. Egy kis leszidás után kimeltünk, tollat is kaptam, amiért becsületes voltam. Igen, erről beszélek, erről az őrült lelkiismeret furdalásról, ami gyerekként, hát az a bűntudat elviselhetett. Az a baj, hogy én is mondanék, hogy egyszer se volt, amikor igen, loptam. Hát persze, amikor az üveg visszaváltóval ellopta a szegény néni. Egyszer volt, az egyik osztálytársának elloptam. Igen? Nem olyan jó sztorizba. Novemberig még valamikor elsütöm. De biztos jó, csak meghalt a monitorom között. Az egyik osztálytársának a tolltartójából loptam el 10 forintot, ami akkor elég nagy pénznek számít, az olyan, mit tudom, mikor volt ez, olyan 70-78 környékén, tehát, hogy tényleg. És ott volt 10 forint, és hát mindenkit körbe kérdezgetek, stb. És ráadásul, hogy nagyon jó barátomnak a tolltartójából csentem el. Nem is tudom, hogy honnan jött az ötlet, valószínűleg, hogy soha nem kaptam 10 forintot reggelire, nem. Nem? Elköltötte? Legalább meghívtad arra, amit vettél, adtál neki a csokiból? Igen, Palaga Lacinak hívták egyébként a srácot, én nem találkoztam vele 30 akárhány éve, tehát elütöttem abból az iskolából, nem ezért. Soha nem derült ki, hogy én voltam, vagy legalábbis nem vallottam be, mert én azért éreztem, vagy láttam, hogy valamiért úgy tűnt mindenkinek, mint hogy én lennék a tettes. És mit csináltál a 10 forinttal? Lehet, hogy ezért már minden nap mezítláb mentem iskolába, rongyokba. Mi le, el is költötted? El is költöttem. Elköltöttem a büfébe. Hogy mire? Igen. Csokistejre.
és kiflire. És Palaga Lacinak odaadtad a csücskét a kiflinek? Nem, mert de jövök neki egy tízessel bármikor. Hát az most plusz a kamatok. Bocsánat. Plusz a kamatok. Az egy rúgó. Mert az volt annak idején, hogy a büfébe ugye lehetett kapni mindig friss kiflit, lehetett kapni poharas tejet, poharas kakaót, meg csokis tejet. És ott a legmenőbb egyértelműen az a csokis tej volt. És valami, tudom én, még talán az árára is emlékszem, hogy 1,20 környékén volt a tej, és 1,50 volt a kakaó. És nekem soha nem volt így rá lóvém, meg úgy nem kaptam rá, mindig otthon csinált anyám valami kis szendvicset, meg valami kis kaját, de persze mindig arra vágysz, hogy vegyél inkább, mert hogy az olyan férfias, olyan felnőttes, stb. Ez most egy nagy vallomás, most könnyítettél a lelkiismeretet, ezt érzem, hogy ez belülről jött, ezt egy nyomasztott, ezt viselted, ezt a terhet. Így de van. Lehet, hogy ezzel most könnyen meg is érzem magam. Nem, Palaga Laci tízese. Palaga Laci tízese, ezzel nincs megbocsátva, rohadtól vagy. Ezzel nem rakod le ilyen könnyen, hogy elmondod egy rádióműsor. Jaj, és az áróizmaim is elengedtek. Igen, úgy látod, kezdel az Uliános. Hatott a terápia, ezt most bevallottam. Így van. Most esünk neki ketten. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel. Halló. Halló, csáó, te jó reggel, sziasztok. Már van, hogy én olyan 10 éves forma lehettem. Egyik barátommal elmentünk, nagyapám járt, portás volt a 13. kerületben. Egy ilyen géptelep, vagy nem tudom milyen telep volt az. Volt egy hatalmas nagy buldozert, képzeljetek el. Nagyapám szépen szúnyogkált a bódéjába, egy barátommal bemásztunk, benne volt a kulcs, na valahogy sikerült beindítani. Elloptatok egy buldózert, nem? Hát úgy loptuk el, hogy igazából a telepen elindultunk vele. Ne kérdezzétek meg, hogy mert 10 évesen fogalmunk nem volt, hogy mi hogy működik rajta. Na de volt ott valami fészer, vagy bódé, vagy nem tudom mi lehetett, ilyen fából tárkolt valami. Mi úgy átmentünk rajta, ahogy az kell. Legyalultatok egy bódét, de tehát ezzel a fejjel is visszaemlékezve valami hatalmas nagy gépet képzeljetek el. Ezt honnan tudtátok, hogy kell vezetni? Fogalmunk nem volt róla. Se kormány, semmi, csak karok voltak rajta. Mi addig húzgáltuk, hogy csak elindult ez a gép. Mentünk vele, viszont megállni már nem tudtunk. Tehát nem tudtuk, hogy kell megállni, a kanál meg lent volt. Legyalultuk, na nagyapám fölkelt, tehát gondolom az ajrom fölriadt, kiszaladt, ő állította le a gépet, de engem úgy megvert, mint a répát. A mai napig ez bennem van, hogy mikor a 13. kerületbe járok, ez minden egyes alkalomkor eszembe jut. Ugye, hogy az ember tényleg valahogy ez így megmarad? Nyilván az ember buldózert lop, az nehezen felejti, de hogy egy kicsi apró stikli, amit életedben először viszel el, vagy lopsz el, ami hát, nem szabad. Hát volt megmarad. Egy szert, mikor sportszeletet loptunk egy közértből. Ugye, hogy ez is volt? Elkaptak, képzeljétek el, elkaptak minden. Volt egy nagyon jó, a legjobb barátom, hogy sajnos már nem él, és tehát mindent együtt csináltunk, minden gazemberségben benne voltunk, egy sportszeletet loptunk el. Elkaptak minket, gondolom az üzletvezető lehetett, tehát iskolások voltunk, de a mai napig szégyellem magam ez miatt. Persze, ez megmarad, abszolút megmarad az emberben. Igen. Eszembe jut, és az a szégyen érzett, hogy fú, hogy elkaptak és loptam. Na jó, de akkor jó mulatságnak tűnik, persze. Ja, igen. Köszi, hogy elmondtad. Igen. Köszönöm, szia. Hello. Észrevett az öcsék, és loptam egy almát, akkora pofont kaptam érte, hogy soha többet nem jutott eszembe, írja nekünk egy hallgató. 85-ben haverokkal kitaláltuk, hogy lopjunk át a boltból, négyen voltunk, megegyeztünk valaki a kenyeret, a szalámit, a vajat és az édességet hozza. Meg lett mindenki, véve a kenyér, mert lebuktam. Szobafogságot kaptam, szüleim néven suliba 2 hétig kellett, de a feliratnak az a köpeny hátán annak lennie, hogy loptam. Jó, nem állsz. Na jó, nem, ez mondjuk erős. Igen. Az picit sok, nem? Hát ennyi szóval. Úgy eszkéntetik a haverét. Ott meg picike a tolva. Azért az úgy picit erős. Sziasztok, nekem egy dupla Scorpions kazetta vett el a szüzességemet. Első és utolsó eset volt, mivel másnap a szüleim visszaküldték, hogy fizessem ki. Még csak le se tudtam másolni, egy hallgató. Mint minden gyerek, én is loptam, csak ide a 4 éves kisfiam a biztonsági őrt kérte meg, hogy vegyen le neki kinder tojást, de kettőt mert a kis sugárnak is kell. Figyelj, haver! Kettőt mert a húgira kis visz. 5 évesen a nagyszüleim nyugdíját loptam el, nagyapám légpuskájáért indultam egyébként a nagyszobába, de kikandikált néhány szép színes bankó a puska melletti szatyorból, így inkább azt hoztam el, körülbelül 200 000-et. Az jó nyugdíj, tesó márult be, mikor neki is akartam adni hintázás közben. Óriási pofon lett a vége. Tesó márult be hintázás közben. Itt van, Dönci, hello Dönci, jó reggel, csáó. Hello, sziasztok. Mit loptál? Hát én óvodás voltam, nyári szünet volt, felügyelet nélkül hagytak engem otthon a nagymamámmal,
Én meg úgy döntöttem, hogy bemegyek anyum még szobájába. Anyumnak a családi örökségi arany ékszeres dobozát fogtam, kivittem a kert végébe és elástam. Csak menet közben meg nagyapám ráültetett egy barackvát, amit most hétvégén kiszedtünk, meg kiszáradt, és megtaláltuk alatta az ékszerezőket. Nem mondod komolyan. De akkor komolyan. Akkor ez nem derült ki, vagy nem mondtad el? Akkor nem mondtam el, mert féltem a szüleimtől, hogy kapok érte, kaptam is érte természetesen, mert ugye nem találták sehol se, és most hétvégén megtaláltuk. És vittétek is eladni azonnal, vagy mi lett a sorsa? Nem, el lettek takarítva, és anyum meg szépen fogta a szelzárta. Ez hány éve? 30 évet volt a földben? 20-at? Nem, 24 éves vagyok, hát egy olyan 10 akárhány évet volt csak az a földben. Igen. És láttad, amikor apád ráültette a facsemetét? Ne oda, basszus! Igen, láttam. Zseni. Az komoly. És akkor, amikor lebuktál, akkor hogy nem mondtad meg, hogy hol van a doboz? Tehát, amikor ez kiderült. Nem akartam elmondani, mert csináltam hozzá egy térképet, ugyancsak apu meg nem akarta elhinni, hogy ez ahhoz tartozó térkép, mert én gyerekkoromban nagyon rajongtam a kalózokért. Milyen lelkismeretes, hogy elloptál, de csináltál hozzá egy térképet, hogy megtalálják. Igen, és nem akarták elhinni, hogy az a térkép, apu meg fogta, és fogta is eltüzelte azt a térképet, mert nem akarta elhinni, hogy ez az a térkép. Apád makacs természet, lehet egyébként. Ilyen mondta neki, hogy ott van a kincselásva, ezt nem akarta elhinni. Nagy volt az öröm, mikor megtaláltátok? Hát, csak néztek egyet, anyu még, hogy ez nem akarom elhinni, hogy tényleg itt ástad el a kertben. Mondom, hát én gyerekként megmondtam nektek, hogy itt van elásva a kertben, csak aztán rákerült ez a barack, hogy aztán meg nem találtátok meg. Az kemény. És miért kellett kivágni a barackvát most? Elszáradt sajnos. Nem bírta az aranyat. Nem bírta az aranyat. Vashiány ma gazdag volt. Nem volt vashiányos a fa. Döncikém, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Na jól van. Hát akkor ez a 11 éves fiú azért ezzel nincs egyedül. Csak ő nagyban utazott, hogy buszt lopott el. Mutatjuk, mi a beugró a hármas ugrása. Jó, figyelj mindenki. Jézus, atya úr is, hallottatok ebből valamit? Hát nem sokat. Vég egy esélyt. Ez ki csináltad, Jules? Szóljatok már Viktornak, hogy kicsit legyen hallgató barátabb. Jó, tehát mi azért szeretjük mi a hallgatóinkat. Igen, belőlük élünk, Viktor, léci. Igen, szeretjük mi a hallgatóinkat. Jó, hát írjátok meg, hogy mit hallottunk. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Várjál, nem kell. Hát beígértük Katinak, hogy ő játszik. Kinek? Ja? Én nem ígértem meg semmit. Én sem ígértem semmit? Hát én nem emlékszem rá, de... Feri? Én nem emlékszem, hogy hallottam volna tőletek. Hát akkor megy, na. Akkor ne írjatok semmit. 0-76-45-00-00. 5 perc, pontosan 9 óra. Azt írja valaki, aranyere volt a barackfának. Aranyere. Igen, írjátok meg, mit hallottunk. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákolcs, írjuk. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Kilenc óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk. És hát igen. Szóval nem lesz sokáig jó idő, azt kell mondjam. Aj, de kár. Most két napig azért az lesz. Két napig az lesz, igen. És esős utána, vagy csak húszok? Tehát, hogy a hőmérséklet meg legyen ilyen. Akár eső is lehet. Hűs lesz. Köszönöm, János. Vagy hó. Kicsit polkorrektor, nem? Hűs lesz, gyerekek, hűs lesz, 22-23 fok lesz a hét közepén, pont mikor indul a sziget. Mikor indul a sziget? Szerda. De nem? Szerda este. Uh-huh. Csipeus lesz az éjszaka? Mellanyám. Majd nem alszunk kint. Nem alszunk. Volt már olyan, egyszer én elfáradtam ott, de... Megfáradtam? Meg. Fú. Meg. Sütött a nap, amikor költögettek, hogy lejárt a karszalag, mert nem tudod, úgy van, hogy ha egy naposat veszel, arra akkor... Nem emlékszem, hogy az, hogy meddig kell elhagynod. Igen, azt reggel 6-ig kell kimenned, és akkor már megvirott. Szóltak, hogy az... Igen, hogy ez már nem érvényes. Körbe mentek, megpiszkáltak, adtál még életi jelket, megnéztük a karszalagot, kitessékelte. Ennyi. Érted, rendnek kell lenni. Igen. Szükségem volt egy dobozra, és nem találtam az egész szerkesztőségben. Innen a hírszerkesztőktől, a hűtőből elvettem egy dobozt, amiben bele volt rohadva egy kis francia saláta. Azt kimostam, kidobtam, holnap visszateszem a helyre. Köszönöm, de mi? Parancsolj. Hozzá bele a salátát mit? Is. A sütiből viszek az egyet, hogy kóstolja meg a gyerek. De milyen az itt lecinkeli, hogy nem jó, de azért csak kicsit azért én csak nem mondtam ezt, én nem mondtam. Csak nem mondtam róla se jót, se rosszat. Jó, de ahogy te hallgatsz, tudod. Ahogy te hallgatsz, úgy.
Na, tudtuk. Most itt mély édes, hát most mit csinálja? Tudjuk ez mit jelent. Ez egy kicsit azért gyorsabb pár. Vigyük, jó, kell a gyerek. Kell a gyereknek. Így van, fejlődő. Szervezet még érted, neki még nőnie kell. Én már nem tudok. Ő helyettem is nő. Hát, igen. Neked ez a hajóba elment, hogy szoktam. Hát, bizony, most mit csináljunk? Elmegyek majd egy ortopédcipészhez. Azt talán tud rajtam hozni egy párcot. Hát, még tud rajtad, bármekkorát. 15. kerület, Dráva utcában nagy a káosz útfelújítás miatt. Egy-egy sáv járható, ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy mi újság az M3-oson, írjátok már meg. Jó, hogy lehet-e haladni, nem lehet haladni. Azt tudjuk, hogy nagy baleset volt, de többen kérdezitek, hogy fel lehet-e már venni az M3-asra Mogyoród környékén. Ahogy van friss, mondjuk, jó. 84-es úton Nagyszenken Sopron irányába haladókat most készülnek a rendőrei trafizni. Vigyázzon mindenki. Budai Pesti alsó rakpart az torlódik. És Norbi, hát még 9 előtt küldte jóval, hogy az M3-as az 50-es kilométerig torlódik, aki tud 60-nál térjen le és kerüljön. Ha egy picit ennél frissebb van, akkor... akkor azt küldjétek el, hogy be tudjuk mondani. Baromi nagy baleset van az M3-ason. Ja. Hát, ha meg tudunk menteni egy-két embert. Mit ír a vaze? Én a vazénél nézem, és azt mondja, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon durva. Azt mondja, hogy 60, és tehát bagig ér a sor. Ahogy nézem, kerekharasztól bagig. Ez 10? 10-valány kilométer. 9 óra 9. Köszönöm. És már ti eljöv az, hogy bagig ér a sor? Igen. Akkor az tényleg az 50-esnél van. Úgyhogy ez nem jó. Ez nem jó sajnos. Ez a legfrissebb információ, amivel most szolgálatunk. De ha valaki ott áll ebben a dugóban és ír nekünk, azt megköszönjük. Na, nem tudom, hallottátok-e, olyan mérges vagyok a Berkire. Beszéltünk is róla. Komolyan? Igen. Én nekem semmi bajom vele. Meg én szerintem tök jó, amit csinál, meg ahogy csinálja. Szóval, hogy kellenek az ilyen típusú jelenségek. Nekem semmi bajom a celebléttel, meg hogy valaki úgy él meg abból, ahogy él, hogy tulajdonképpen azt a fajta teljesítmény nem mutatja, amit mindig ilyenkor teljesítményként szoktak említeni, hogy valamit mutass fel. Hát ez ő is ezt mutatja. Ő is ezt mutatja, engem nem irritál, én röhögök rajta, én meglátom, én engem szórakoztat. De most, amit csinált, az olyan felelőtlen, és annyira hülyeség, és akkora baromság, hogy nem értem egyébként, hogy miért csinál ilyet. Ugye őt feljelentették, az is egy érdekes dolog, hogy van egy pali az országban, aki rettegésben tart mindenkit, mert bármit csinálsz, feljelent. Ugyanis ugye a Tényi István, aki bárkit feljelent. Látható volt egy videón, amit állítólag a Berki az Instagramjára tett fel, én nem tudom, a hallgatók majd ezt megerősítik, én nem követem ott a Berkit Instagramon. Mi is meg tudjuk erősíteni. Akkor ti láttátok, igen. Tehát ott fenn van az a videó, amivel azt örökítette meg, hogy 255 km/órás sebességgel üti a Porsche-ját az M7-esen. Miközben ezt veszi kamerával. Igen, és ráadásul ő veszi. És ezt veszi kamerával. És én olyan szívesen elmondanám a Berkinek, hogy tök jó, amit csinál, meg ezzel nincs baj, meg rengetegen követhetik, meg szerethetik, de ne csináljon ilyet. És aztán hát rám sok mindent lehet mondani, csak az nem az, hogy azért meglehetősen nem tudom, szemellemzős gondolkodású vagyok, vagy kocka. Csak abba gondoljon bele, és nagyon szívem szerint átküldenék neki egy videót, ha lennénk ennyire jóban, vagy ismerném az ő e-mail címét, hogy nézze meg azt a videót, amikor két orosz fiatal hajt egy Dacia Logan talán, de, vagy egy Ladát, tök mindegy. Uh-huh. És menőznek azzal, hogy 160-170-nel mennek, és a következő pillanatban a srác elengedi egy pillanatra a kormányt, és beleüvölt a kamerába, láttátok? Nem. Hogy 160-180 Dacia Logan, és mire visszanéz, már látszik, hogy a kocsi az borul el oldalra, és pörög, és utána néma csend. Se egy nyögés, se egy soha, egy semmi. És írja is a cikk szerzője, hogy hát valószínűleg két fiatal meghal. Hogy a Berkinek abba kéne belegondolnia egyébként, hogy az, hogyha valaki közszereplő, vagy az, hogy celeb, az egy tök jó dolog. Ennek vannak előnyei. Ebből meg lehet élni, lehet ingyen Porsche-val járni, és ezzel szerintem semmi baj, hajózni, egy csomó mindent elszámolni, szerezni, szponzoroktól kérni. De jár egyfajta olyan minimális kötelességtudattal, vagy felelősséggel, amit nem szabad ilyenekre kihasználni. És szívem szerint megkérdezném egyébként a Berkitől, Fél Krisztián, mindenféle bántás nélkül, mert mondom, mint jelenség engem egyáltalán nem zavar. Mit szólnál ahhoz, vagy hogy tudnád azt feldolgozni, ha látnál egy olyan videót, ahol két fiatal téged utánozva fölgyorsul mondjuk egy Porsche-val 250-300 km/órára, elengedi a kormányt, és a következő pillanatban felborulnak, és mindenki meghal. És ott a vége. Tehát, hogy
ez kell, hogy együtt járjon ez a fajta ismertség valamiféle minimális felelősségérzettel. Hogy tök jó, hogy nagy hajóval közlekedem, meg elmondom, hogy ingyen van a Rolex, meg van Porsche, meg így élek, meg minden megkapok az mazorokat. De ez a provokálás, ez az röhögök azon, persze, aki ezen kiakad. És ezzel, ha lehet polgárt pukkasztani, hát pukkadjon meg az, akinek ez rosszul esik, tessék utána csinálni. Semmi baj nincs a Berkivel, mint jelenség. De 130-al is ugyanúgy pukkasztasz szerintem egy Porsche-val. De ez a 250-70-nel a Porsche-val, és akkor felveszem és megmutatom. Ez felelőtlen idiotizmus. Tehát, hogy egy gyerek csinálja ezt utána, vagy kösse el az apa Porsche-ját. Vagy Merciét, vagy csak gyorsuljon föl, és halljon bele ebbe a mutatványba. Hát nem csak a példakedvére, azért valljuk őszintén, azon az autópályán volt ott forgalom még bizony, rajta kívül. Emberek mellett. Kevesebben azért voltak rajta, tehát nem volt egy csúcsforgalom, de akkor is azért elment emberek mellett. Mi van, hogyha tényleg elveszíti az uralmát az autó fölött, és belerongyol az egyikbe, azért, mert ő közben jaszkarizik. Hát, vagy csak egy mazsola vezet, érted, mellette 250-nel elmenni, még ilyen hangja van, megijed. Jó, de ez is azért, érted, most mazsolázunk, de ebben az esetben azért, érted, én a mazsolának a pártján vagyok, és nem pedig ennek az embernek a pártján. A mazsolát csak úgy mondtam, hogy aki nem szokott hozzá. Így van. Nem szokott hozzá, hogy 255-tel elmennek mellette. Nyilván nem lehet. De én azt nem is vitatom, hogy lehet, hogy ő tud vezetni. Én arra gondolok, hogy mondjuk tényleg nem történik semmi, vagy nem jön ki senki elé, de valamelyik fiatal, aki őt követi Instán, és a Berkire úgy néz, hogy ő egy követendő példa, mert hát sokan szeretik, követik. Azt mondja, hogy ez de jó, ezt megpróbálom én is megcsinálni. Csak nem tud úgy vezetni, nincs olyan kocsi alatta, nem úgy vezet, vagy történik valami. Ez a két fiatal, akit én említettem, ők egyébként oroszok voltak, angolok, és 170-180 el is szállnak, el is távolították a videót. Szörnyű, megnéztem, ritkán nézek ilyet, hát brutális, fölborulnak. Szóval mi van, ha valaki megijed, nem? Vagy lefullad, vagy véletlenül kijön ott egy kutya, vagy valami. Tehát kell, hogy az emberben legyen annyi, hogy én vagyok Berki Krisztián, ezt már nem csinálom meg, és már vagyok annyit címlapon, vagyok annyit újságban, foglalkozik velem annyit a bulvár, hogy erre már nekem úgy nincsen szükségem, hogy most 3 évig menjen, hogy most a Berkit leültetik, vagy nem. És én értem, hogy ebből cikkek vannak, és ez az ilyen típusú celebeket ezt tartja el, hogy generálnak maguk körül valamit, és ez helyén is van. Csak tessék olyat generálni, amiben van egy kis szellem, vagy van egy kis ötlet, vagy van valamiféle olyan kreativitás, hogy nem majdnem 300 ezer. Ez nem zsiványság. Az a baj, hogy ez nem zsivány. Provokálni akarsz. Ott ül a gyereked. Provokálj úgy, hogy nem veszélyeztetsz közben másokat. Igen, ott ül a te gyereked az M7-esen, ott ül más gyereke az M7-esen, jöjjön ki egy két gyerekes családanya, megijed a Berkitől, elkapja a kormányt, fölborulnak az autóba, szóval bármi történhet. És ez nem jó, ez nem menő. Plusz hát neki van egy kislánya, neki azért van egy családja, tehát hogy nem tudom, hogy a Pamelával hogy vannak. Igen. De érted, de ha más nem, akkor gyerek miatt. Apa, hát már nem fordul meg, igen, a fejében. Igen, már nem csinálsz, igen, ilyet, mert hogy ő neki viszont szüksége van. Felhívni, hát a felveszi, sajnos nekünk ez a központ, ez magánszámot ad. Próbálgatod, Anna, nem veszi föl, csak hogy nem mondják a hallgatók, hogy nem, én nagyon szépen elmondom a Krisztiánnak, tökre kedvelem őt. De ezt, mikor megnéztem, mondom, hát ez baromság. Szóval ez nem sok jó. Volt. Ez nem jó. És föl is tenni, ráadásul egyébként se csináld, mert hogy még te fölveszed, fölrakod az Instára, hogy az miért? Mert egyébként, ha kipróbáltad, jó, valljuk meg, nekünk is volt már olyan autónk, ami gyors volt, nyilván egy kicsit feszegeted a határaidat. Nem töltött föl. De nem rakod, tehát én is mentem már gyorsabban, igen, autópályán. Nem videózod saját kézből. Hát mindig azt mondják, hogy a hülye is tud gyorsan menni, ugye megállni. Az a nehéz. Hívjuk, hogy adjatok már egy hangot, hogy halljuk, hogy nem veszi föl, vagy valami, ne bentről, akkor hívjuk innen, tök mindegy, csak hogy halljuk, hogy mi történik, mert azt, hogy onnan nem is iratkozott, szerintem sehogyja, vagy keresni. Vagy érted, szóljon már neki a zárkatársa, hogy keressük, hogy valami. Még nincs börtönben. Nem, a Tényi feljelentette, és hát ez ugye 300 ezer a max, ugye, amit kaphatsz erre, mint bünti a gyorsajtát. Ez pénzes csak? Itt nincs izé? Nem, hát itt már lehet. Ugye ez, de a BTK szerint, ha ezt te felveszed, megmutatod, akkor ez akár 3 év börtönt is kilátásba helyezhet, illetve 2-300 ezer forintos pénzbírságot. Aha, mert itt ugye szerintem a nagyobb bűn a videózás, hogy vette. Nem, mert a gyors hajtása. De az pénzbüntet, és abban igazad van, hogy az 3 kiló lesz. Emlékeztek, egyszer volt a Trafipax csúcssebességek között volt valami ilyen. Igen, jött kettő, valami, ugye? Igen. Valami 200 valamennyi, és azt kapott 300 000 fontos büntetés, de letöltendőt nem. Itt ő azért kaphat szerintem, hogy videózott közben, hogy telefont használt. Hát az pluszban szerintem plusz? Maximum súlyos vitó, de a börtön nem azért kapott, mert telefonáltál, hanem mert effektíve bizonyítható módon
Hát, te 300-zal mentél. Na mindegy, szóval én szerintem erről kell beszélni egy kicsit, mert mondom, szóval halálosan szórakoztató, amit csinál, csak ezt megnéztem, és mondom, erre mi a fene szükség van? Nem, azt nyilatkozta, hogy nem ő vezette, ezt mondta. Igen, de téged egy csomóan követnek az Instán, Krisztián, nem? Megnézik, fiatalok, gyerekek, hát csak egy valaki halljon ebbe bele, hogy utánad akarja csinálni, miért? Ez nem jó. Meg egyébként az Instának is összevegben nem volt benne, hogy nem ő vezeti az autót. Tehát, hogy... Meg ott valaki mondta, hogy ugye német autópálya, ahol elméletek lehet, mi megnéztük, olyan Budapest van kiírva a magyar kék táblára, hogy öröm nézni, tehát hogy az magyar autópálya M7-es. Aranyos vagy, írja a hallgató, hogy nézzük a jó oldalát, Klassz FM-et hallgat, nem kell ez a reklám. De mi Klassz FM szólt? Az igen, az középkonzolon ki van írva, hogy Klassz FM, és onnan indul föl a izére a kilométer nem órára. Szerette azt a számot, és minél gyorsabban ki akart kerülni a vételi körzetből. Ja, lehet. Mert nem ismeri a rádiónak a funkciói. Igen. Én nem értek egyet azzal a hallgatóval, szerintem nagyon nincs igazad, legalább írd alá, hogy Berki végül is elérte azt, amit akar, beszéltek róla azzal, hogy a véleményre dálmodod erről a gyorshajtásról gyakorlatilag támogatod, ez egy baromi nagy baromság, amit írhatsz. Tehát ez most nagyon rossz dolog. Ez nagyon nem értek, ez nagyon nincs igaza, mert ezzel nem támogatom. Hanem ezzel azt mondom, hogy a Krisztián talán ezen elgondolkozik, azt mondja, hogy fél lehet benne valami, amit a balék mondanak, nem csinálok ilyet. Tehát ezzel nem támogatom, ezzel ő nem kap. Ez az ügy ezzel nagyobb publicitás, vagy ha kap is, akkor a rossz oldala kap. Mert nem a Blik vagy a Bors írja. Mi lenne támogatás, hanem elmondott, hogy egy közszereplőnek felelősség teljesen kell élni, és példát kell mutatni, és nem szabad rossz példa előjárni. Vagy ha tudod, ez ha... egy tök jó. Igen, ha nem is mutat példát, mert nem tud mindenki azt mutatni, csak erre ne használja. Mert utána mondjuk a te gyereked, az én gyerekem valahol az iskolában ezt megnézi, kimennek, megcsinálják és meghalnak. Nem? Mert azt mondják, hogy hüdemenő a Berki, igen. Na mindegy, hát sajnálom, hogy nem tudtuk elérni, egyébként jó lett volna vele beszélni. Tehát akkor mindegy. Ma megpróbáljuk még hát a felszínt, meg ilyenkor egyébként, ugye őt próbáltuk elérni hétvégén, próbáltuk elérni a Julin keresztül, tehát ilyenkor egyébként tökösség az, hogy itt vagyok és nyilatkozom. Megcsináltam, srác. Megcsináltam, én voltam, hülyeség volt, nem volt hülyeség, de ez a megcsám föltöltöm, majd utána napok óta keressük egyébként, nyilván megkapta az SMS-t, látta, hogy keressük, még csak nem is reagál, nem is válaszol. Szóval a tökösség akkor az, hogy igen, itt vagyok, kérdezzetek. Nem? Ez lett volna. Ez a megcsinálom, utána kicsit gyáván elbújok, ez egy ekkora darab emberhez, ez nem annyira ez méltó. De hát nem? Lehet, hogy valami fix programja van. Lehet, hogy a sakkörbe van, vagy ilyesmi. Na mindegy, szóval nem jó, ne csinálj ezt. Ne csinálj ezt senki. Játsszuk le a játékot. Így van. A hármasugrás játékot. Nem? Megvan az új kérdéssor. Megvan az új kérdéssor. De már csak 2-3 kell. Picit személyre szabottabb le. Igen. Igen. Kicsit személyre szabottabb, mert van egy hallgatónk, akinek nagyon rossz kedve volt reggel 3-4-8-kor. És kiderült, hogy egy picit beteg, mert a vérnyomásával van probléma, ugye Kata. És kérdeztük, hogy tudnánk jobb kedvet deríteni. Dolgoztunk rajta egy kicsit, a végére már egészen elkaptuk. És megígértük neki, hogy mi lenne, ha az összes játékot ő játszana. És ennek ő nagyon örült, és hallhatóan egyre jobb és jobb kedve lett. Kis aztán... nevetés is volt már a beszélgetés. Igen, rosszul indult a beszélgetés, de aztán jó lett. Aztán Zsűl nagyon le akart minket beszélni róla, hogy visszahívjuk, mert így, de... Igen, de nem hagytuk magunkat. Úgyhogy már itt is van a játékosunk újra. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, újra itt vagyok. Na, hát szia. Már egészen jó kedved van, sziasztok. Kata. Hello. Hát amilyen szomorúan indult ez a beszélgetés 3-4-8-kor a mit mondóra játékunkban, ahhoz képest, hát megváltoztál. De hát az az igazság, hogy nagyban hozzá is járultatok, meg most már így mindjárt az ebéd második fele kész van, úgyhogy most már így jobban vagyok. Na, mit főztél? Kelkáposzta főzeléket főztem, és pörköltet csináltam. Wow! Az jó. A kelkáposztával a világból ki lehet üdvözni, de a pörkölt miatt megvan bocsátva. A pörkölt az jól hangzik. Na, ugye elmondtad, hogy te dolgozol, ugye? Betanított munkásként dolgozol. Igen. És naptárakat spirálozol, ugye? Igen, ezt említettem. Nem látok. Ja, és akkor úgy dolgozol. Úgy dolgozol, betanított munkásként. De jó. Aha. Jó, de legalább van meló, ezt én úgy szeretem, hogy vannak ilyen cégek, akik alkalmazzák például a látássérülteket,
tök jó. Igen, és akkor legalább igen, betanított munkásként az ember tud egy picit dolgozni, meg hasznos pénzt keresni. Igen. A párod is ott van most melletted? Igen. Na, tényleg segít? Apa. Hát reméljük, igen. Igen, na, örülünk, hogy akkor kicsit jobb kedved lett tényleg. Mondtad, hogy jó vagy magyar filmekben, sorozatokban, színészekben, ezt említetted, ugye? Igen, igen, szeretem a magyar szinkron színészeket, nagyon sokat jártam színházba, amikor őszintén megmondom nektek, hogy nem is azt figyeltem, hogy miről szól a darab, hanem mindig vittem magammal egy látót, aki segített így elmondani, hogy hogy néz ki a színész, meg igazándiból rá koncentráltam. Ha te mindig elmeséltetted, hogy mit láttál tényleg? Igen. Hogy mit láthattál volna, ugye pontosabban, értem. Igen. És akkor ült melletted, és közben ő suttogva mondta neked a jelenetet? Igen. Tényleg? Tényleg. De érdekes. És a filmekkel is így vagy egyébként? Tehát a magyar filmekkel is? Nem. Hát az magyar, nem a magyar filmekkel. Igazándiból ilyen sorozatokban, hogy barátok közt meg szeres. Most nem, ezeket nem kell látni. Tehát ezeket, hogyha... Aha. Hallod, akkor is észben elég. Minden elég, hogyha hallod, de csak akkor, hogyha úgymond így élsz már x éve. A párod az lát? Nem. Ő sem? Nem. És így születtél, vagy az évek alatt romlott meg a... Inkubátorba kerültünk, mind a ketten, a párom is, meg én is. De akkor tökéletesen tudjátok gyakorlatilag élni az életeteket. Persze, van persze, munka, teljesen jó. Természetesen, így van. Na figyelj, hát összeállítottunk neked egy külön kérdéssort. Illetve hát, annyi pontosabban írt egy újat. Igen. De hogy akkor ebben azt... Még nem kalkuláltuk bele, hogy nem láttok. Igen, azt nézem, hogy ebben régi filmekről is van szó, az baj. Hát nem tudom, megpróbáljuk, figyelj, hát ha nem tudom, ezek akkor... nagyon nagy klasszikusok. Figyelj, hát ezek, igen, ezek nagy klasszikusok, szerintem nem lesz nehéz. Jó, próbáljuk meg. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Ritkán kap valaki lehetőséget, hogy két játékot játszol velünk. Hát igen, tudom. Úgyhogy most már csak jókedvűen teheted le a telefon. Ki játszotta a lókupecet az Indul a bakterház című filmben? Apa, gyorsan. Indul a bakterház, ismeritek? Igen, de most az mondta apa. Mintha ő mondta volna, vagy csak behalóztunk? Fantasztikus nagy színész. Mondja, lányai színész. Lányai színész. Ki lehet? És... A lánya Petra. Hókuszpók? Nem Hókuszpók? Petra. Hauman. Így van. Hauman Péter. Jó, elfogadjuk. Hauman Péter, így van. Hókuszpók. Hangja is. Ugye volt. Jól van, menjünk tovább? Igen. Mit szól a második kérdés? Mi volt a foglalkozása Pelikán Józsefnek a Tanú című filmben? Hú, ezt tényleg nem ismerem. Na, szerintem. Pelikán Erik, hát a Kállai volt a magyar hangja. Az biztos, igen. Van. Nagy jók vagy. Jó. Ez nagyon megy, igen. De mi lehetett a foglalkozása? Valamire vigyázott. Valamire vigyázott, igen. Valamit őrzött mindig. Államtitkos. Azt is. Jó. Várja. Egyszerűbbre gondolj. Jó a vonal. Egyszerűbbre. Ez a kérdés nem szabhat gátat annak, hogy megnyerétek ezt a gátat. Mi addig őrizzük az ajándékcsomagot? Igen. Na, akkor mi volt? Jaj. Hát már elmondta Feri. Nem szabhat gátat? Gátat. Gátat. Nagyon jó vagy. Annyira jó vagy. Komolyan mondom. Már pont segíteni akartunk, amikor fiam. Csak nem tudtuk, hogy hogyan. Jöjjön a harmadik kérdés? Igen, próbáljuk meg. Ennyi ez a beszéd, hát persze, no, hát most menni kell, érted. Ha valami megy, akkor igen. Nem szabad itt megállni. A legenda szerint, vagy a mendemonda szerint, melyik növényt reklámozta Rékasi Karcsi a Barátok közben? Húha! Na most várjál. Igen? Többet hát, is? Vagy mi? Hú, nekem kimaradtak részek. Hivatalosan nem volt benne, csak volt szó arról, hogy ez régen felmerült, hogy felkerült a polcra egy-két termék. Egy bizonyos növény. Így van. Növény, kender? Vagy ilyen? Nem annyira. Nem volt ilyen, nem ment el a dolog, bár szerettem volna, igen. Nem, szóval, hogy nem hivatalosan került oda, de hát ez lehet, hogy csak ilyen szakmán belüli. Pillanat. Mendem. Hoha.
Nem. Kopogott valaki a közben? A szomszéd átjött segíteni? Nem, mert elromlott a mosógépünk. Elromlott a mosógép. A szerelőt kérdezd meg, hát ha jött. Megjött a szerelő? Jó. Igen. Add a szerelőt is egy picit a telefonhoz. Nem. Add a szerelőt, tényleg, összerakjuk. Mindjárt lejön, de egyébként... Ilyen magas a mosógéped? Nem, már lent lakunk a földszinten. Ja. De valaki kopogott, megjött a szerelő. Igen. Jó, figyelj, meg lesz ez. Szóval van egy növény, ami általában bekerült oda úgy, hogy ezt a nézők láthatták egy ideig. Uha. De szó nem volt róla, ugye? Te... Nem, ez a sorozatban nem jelent meg. Nem, de... Ott van a szerelő? Nincs, még nincs. Nem ő kopogott? De ő kopogott, mindjárt lejön, csak beengedi a párom. Meg fog lepődni. Nem tudom. Szégyellem magam, de nem tudom. Ki a pálya párodnak, hogy hozza oda a szerelőt? Mindjárt. Hát ez a biztos, hogy a Barta, ez egy ilyen minden hájjal megkent figura. És nekem Rékosi Károly nagy kedvencem. Na, gyönyörű, szép hangja van, igen. Mint Ethan Hunt például, nem? Hát az igazság, volt egy olasz sorozat. Az volt a cím, hogy Borostyán, és ő szinkronizált benne is bennem. Fú, nagyon nagy hatással volt rám. Hát ráadásul igen, mondtad ugye, hogy nem látszott neked a hangok, a szinkron hangok, a magyar hangok, mert még többet mond, mint látóként. Na figyelj! Még a fele idő hátra van, úgyhogy ez egy, még nem telt le az idő, hát nézd, mennyi idő van a kutyafáját, hát nem akar ez most letenni. Kellemetlenül érzem magam, hogy amíg mi nem érezzük ujjunkat, addig nem kell. Ez egy sebgyógyító növény. Így van. Sebgyógyító aloe vera. De hát ez csak a legenda, állítólag ez csak a legenda. Na, de csak a legenda, hogy bekerült egy-két aloe verás termék. A csoportra, amikor kiírták a BK-ba, hogy termék megjelenítés látható. Ja, szoktam hallani, amikor mondják, igen. Na figyelj ide, hát te vagy az első játékos, aki elmondhatja magáról, hogy két játékban is játszott, ráadásul mindenhol nyert. 3-4-8-kor, meg fél 10-kor. Ezt a másodikat, ezt nagy részben nektek köszönhetem. Köszönöm. Miért mondom? Ne viccelj. Mert kivételesen sokat segítettetek nekem. Nem szoktunk. Úgyhogy nagyon aranyos vagy. Jobb a napod így egy kicsit? Igen, nagyon szépen köszönöm. Jó van, mert ahogy reggel elkezdtünk beszélgetni, az nagyon, nagyon mélyről indult. De most már azért így... Most már igen. Mit mondott a szerelő? Tudjuk, mi a baj a mosógépnek? Kiderült? Nem tudjuk még. Milyen szerelő az ilyen? Motor nem tudja. Nézd meg, mondja meg. Nem? Hát milyen szerelő? Na jó van. Kitartás nektek. Küldjük az erdély csomagot. Többet is. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Köszönöm szépen nektek. Sziasztok. Sziasztok. Hello, Kata. Szia. Ciao. Na, két bögre legalább nem fognak összeveszni, hogy ki így jön a Morning Show-sból. Ez mi volt tényleg ez az alulásztor? Ez volt? Nem volt? Nem volt. De mi a rózsavíztró polcára? Az volt téve. Ez valami legenda volt? Hogy bekerült egy két ilyen emelemes cucca fel a polcra? A közelékben? Nem annyira örült neki egyébként, akkor ez... Nem rámondom, nem, hogy ő tette be, csak hogy volt ilyen. Hogy igen. Hát, de biztos véletlenül. Bekker megégette a kezét, lekerte. Hát, vagy valami szobanövényel összekeverték. Forog, fölteszed, hát most hova tedd? Először is letettem ide ezt a 30 palántát. Tudti, hogy a tihanyit ott volt, gyerekek. Belépett az emelembe, az berakott két alvás arc, a hajmosód, két sampon, meg nem tudom, mit igen. Na jól van. 9:30 múlt, pontosan 3 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show. Klassz FM. Azt mondja, hogy mi van? Igen. M1-es baleset Herceg-Kalom és Biatorbágy között. Hoppá! Mentőhelikopter, Jézusom. Rendőr, már vagy 5 kilométeres a sor, áll az autópálya. Mi történt hétvégén? Értitek ezt? Nem. Elfelejtem bekapcsolni a mikrofont, de értitek? Hát soha nem fordult elő még ilyen. Mi történt? Nem is értem. Nem, olyan, mint a... Tényleg napokig nem történik semmi, aztán nagy baleset az M3-ason. Mindenki megy kialvatlanul az olimpia miatt. M1-esen. Szerinted igen? Hát, hogy jössz vissza nyaralásból, mondjuk két hétig nem ültél kocsiba a nyaraláson, és akkor most visszaesel egy ilyen nagy forgalomba, az is benne lehet. Te borzasztó. Igen, Hungárián is lépésbe lehet haladni. Herceg-Kalom Biatorbágy között mentő helikopter, 5 kilométeres a sor, áll az autópálya. Már csak azt kell megnézni, hogy merre.
percek a Lombiatorbágy között. Igen, azt nézem, de nem írja a hallgató. Küldjetek el, Léci, hogy merre áll az autópálya, jó? 2 kilométeres a dugó, teljes útzár van az M1-esen, a 24-es kilométernél. Lehet, hogy mindkét oldalra van olyan? Lehet, hogy van olyan. Csak nem tudjuk még. Most szállt le a mentőhelikopter ebben a pillanatban. M3-as őri pihenőből a Pest felé jövőket mérik a 263-as kavicsnál, ez pedig Wilson küldte nekünk. Mi pedig mutatjuk, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy hallgatónk korán reggel felvetette, hogy mi lehet Vokcival, megkérdezte, hogy mi van Vogával. És teljesen jogos volt a felvetés, jogos most volt, beszélünk róla. Igen, jogos volt a kérdés, felhívtuk hét után, és nagyon jól beszélgettünk vele, kiderült, hogy Vokci, tehát élete formájában. Igen, imádja, hogy nyugdíjas, jól érzi magát, jól van, aranyos volt, kedves volt, meglepődött, hogy hívtuk, de aztán nagyon kedélyesen elbeszélgetett velünk, úgyhogy örültünk neki. De aztán mennie kellett a súlyfürdőbe. És ez nem mit. Valamint a Vokcis beszélgetés alatt beszéltünk ugye arról, hogy mi lesz majd november után, mert ezt már Vogáik is átélték, és mondtam, hogy szeretnék megtanulni zongorázni. És hát ez Jánosnak kellő muníciót adott ahhoz, hogy elképzelje ezt a jövőmet. Én már alig várom. Amikor fellépek a műpában. Illetve a Havasi Balázs előtt. Minden előtt. Hát vagy a Balázs Havasi. Na mondjuk az is egy jó négykezes. Jó négykezes Havasival, igen. Szóval erről volt szó, ma reggel ezeket a pillanatokat most újra megmutatom. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csavi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hallottad? Hát figyelj, egy jó zongoristára mindig szükség van. Tehát, hogy hát egy jóra, igen. Hát hol van az még? Ekkora közhelye bedurantani ezt itt, hát egy jó zongorista. De én nem leszek jó zongorista. Na. Tehát, hogy ezt így akartad befejezni? Adtam egy magas labdát, tehát a srácok már csapják. Dobtál egy labdát szépen. Egy jóra mindig szükség van. Igen, de hát mindenki nincsenek ilyen álmai, hogy ezt még megtanulni. Hogy énekel. Vagy oda eljutni. Kísérleteznek egy ideje például az énekléssel. De egyébként nekem is volt ilyen. Én vettem zongorát, de már nincs meg. Mert nem sikerült. Nem? Tehát az... Én próbálkoztam a gitárral is annak idején. Basszusgitárral eljutottam odáig, hogy punkdalokat el tudtam játszani. Két húron. A négy is ment, de csak kettőt használtam. Igazad van. Hát annak idején a DAD nevű zenekar. Igen. Ők is... Azt gondoltam, hogy basszusgitár elég. De ő le is vette, mert állítólag az volt, hogy zavarta. Kettő. Hát persze. Igen. És most nincs semmi. Legyen pörkört, legyen izé... Hát éneklés az van. Nem úgy értem, valami olyan, amit még nem tudsz, vagy még szeretnéd, vagy még vágysz rá, vagy megtanulnád, vagy kipróbálnád. Tehát se egyikötöknek sincsen semmi. Én mindig azt gondolom, tehát én így élem az életem, hogy előbb-utóbb majd eljön az a pillanat, amikor arra ébredek, hogy már tudok zongorázni. Aha. Előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor egyszer csak jó. Drága hallgató. Tehát, hogy sok mindent nem teszek meg, érted, de egyszer csak majd felébredek, nem tudom, Los Angelesben, mert szeretném megnézni, hogy milyen, tudom, semmilyen, de hogy én így élek, hogy előbb-utóbb majd egyszer oda eljutok, és a zongorázással is így vagyok. Sőt, a gitározással is. Neked könnyű, Csabi. Ez csak jó. Én szeretek veled cserélni. Neked egy csomó mindegy gyötör, meg gondolkodom. Nem kell semmi. Nyugalom van. Csend, béke. Abszolút nem kell. Mások tesznek is, érted? Én viszonylag keveset. Ugyan, de gondolok rá, sűrűn. Na, így a nap hallgatóját már is. Én veled vagyok, már kerestem egyébként oktatót. Na. Olyan helyet találtam, ahol van zongora, hegedő és furúja is, hát ha ráunsz a zongorázásra, és akkor átmész furújára, vagy hegedűre. Az valahogy nem vonz. A furúját utálom, a hegedűvel kínozni lehet, úgyhogy marad a zongora. Holnapra letöltök neked valamit. Igen? Morning show, szia Balázs, ciao. Szia, sziasztok! Hello! Hello! Jól hallottam, hogy mondtad, hogy morning show? Mondtam. Hát ez ilyen. Akkor az ember a nap hallgatójává válik, ha mondja, hogy morning show. Kata, hello, újra, ciao. Jó reggel. Szia, hihetetlen. Nagyon meglettetek. Többenet, hogy tudtad begyűjteni a harmadik ajándékcsomagot, úgyhogy mondtad, hogy morning show, amikor felhívtunk minden nap hallgatója. Elképesztő vagy, komolyan mondom. Én nem tudom. Én se, de hát ez ilyen. Vannak csodanapok az ember életében, amikor egyszer csak elküld egy jó esetet. Játszik egyet, mit mondó rád, aztán visszahívják még egy hármasugrásra, aztán hirtelen lesz a nap hallgatója is. Kata, nagyon durván nyomott ezt. Nem tudok mit szólni most hirtelen. Ugye? Na pedig meg most nagyon meglettetek. Hát ez a nap hallgató játék az ilyen. Ott mondani kell, hogy morning show, te mondtad, és hát az embernek jó akkor volt megvan. Jó volt az SMS-e. Jó volt az SMS, amit írtál, és így az embernek megvan a harmadik ajándékcsomagja. Ez egyfajta rekord. Na?
Elküldjük azért még, vagy elküldjük azért még a harmadikat? Ti tudjátok. Hát ne viccél. Hát ami jár, az jár. Hát erre azt kell mondani, hogy persze, hogy küldjétek el. Küldjük akkor, jó, Kata? Köszönöm szépen. Ma már nem hívunk. Most meglepődtem. Jó, hát akkor hagyjunk kicsit meglepődni. Csak most a hallgatókkal szemben kellemetlenül értem magam, mert elvettem tőlük két lehetőséget. Jó. Nézd, Kata, azért a világ összes terhét és fájdalmát nem kell az embernek a nyakába venni. Nem kell elugrani egy ajándékcsomag elől. Semmilyen lehetőséget nem vettél. Nagyon szépen köszönöm. Erről mi döntünk? Hogy kit hívunk föl, vagy ki kapja, jó? Úgyhogy köszönöm szépen. Minden ne vegyél a nyakadba, csak amit kell. Van így is elég teher, amit hallottam. Így van. Mosógép készlet? Készlet tényleg? Még egyszer, mi lesz? Készlet a mosógép? Hát most félig meddig, igen. Úgyhogy már egy kicsit jobb kedvem van. Na jól van. Pont meg a szerelem. Nagyon szépen köszönöm, tényleg. Ipar kapja össze magát, kap egy bögrét. Igen, még neki is jut egy bögre. Puszi! Sziasztok! Sziasztok! Hello. De Kata számát adjátok már meg, hogy akkor a kívánság műsorban is ő legyen az, aki hát, az adatot, jó? Igen, simán. Akkor apának egy dalt. Simán, igen. De ez összeset ő, tehát hogy így. Csavikám, mondj valamit, inkább egy jó papáskodjál. Ilyen hafaság nem volt. Halálosan komolyan gondoltam, ő ma a hallgató. Manzelmerló. Na, mit mond nektek? Hát, van Senmelo. Nekem semmit, nekem volt egy lovam. Így, hogy mondod, nem, de olvasva talán. Az van, hogy biztos akkor nem nézitek az Eurovíziós dal versenyeket. Nagyon ritkán. A tavalyi győztesről van szó. Na hát ennyit ér az Eurovízió, hogy... Tavalyi győztes, aki miatt az egész világ idén májusban Svédországra figyelt, mert ugye a svéd fiatalemberről van szó, tavaly megnyerte, ezért volt idén, és azt a győztes dalt azt gondoltam, hogy most felidézzük, meg olyan régen hallottuk. Most a vége egy fél évvel az Eurovíziónak. Nem fél éve, ez másfél éve. És most hirtelen elkezdtük játszani. Elég lassú volt az elfogadatási folyamat, de... Atya Isten, milyen teszt nem ment ez át? Hova küldték tesztre? Csak gondoltam, hogy felidézzük, hát szép emlékek. Gyaloghozták Záhonyból. Igen. Jézus, jó ez egyébként. De ez menő. De egy hangonként küldték el, és itt kellett összerakni. Valaki megnyere egy Eurovíziót másfél év, és aztán bekerült nálunk rotációba. Csak átkerült. Hát drága magyar popzenészek, így tessék dalokat csinálni. Nálunk ennyi az áthutás, mert ilyen komoly ez a teszt. Másfél év. Holnap pedig jön, majd elviszte a jailhouse-ra. Átment a tesztem. Megtetszett valakinek végre. Csavikám, én tudnék nekem... az újak közül is, de most nem. Tehát azt gondoltam, hogy kicsit felidézzük, hogy mi történt az elmúlt másfél évben. Például ez. Erre a kis dőre, ne csináljunk már úgy, mint egy zenéjádi. Felbukkan esetleg egy-két Boniem is abba dal is. Jegyzetelek, mondanám. Boni Tyler. Hogy írják? Boni Tyler. Nézz utána Eruption, ők is nagyon ügyesek. Van egy új, ez a Beatles. Milyen ügyesek, mi? 555-5500 a telefonszám, ha szeretnétek Csabitól dalt kérni, akkor tegyétek meg. Jó, Csabi, nagyon örül annak, de SMS-ben is kérhettek tőle dalt, mert Csabi látja az SMS-t is. Jó, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.